igazából az volt a lapfész a pincéknek. Ez volt a pihenő szoba? Így van. Itt akkor sok mindent nem csináltak, csak aludtak. Hát aludtak meg ugye, hogyha úgy voltak, ugye ültem el beszélgetni bolozgatni, hogy esett az eső, vagy olyan idő volt, meg ugye, ha kijöttek a hegyre, akkor csak hát családünnepeket is tartottak itt kint. Aha. Ja, ezt a táskát, ezt mire használtak? Vagy mi volt ez? Hát, szerintem élelmiszert hoztak ki benne. Jabba, most ugye, nyilván a elég régi, most nem mondom, hogy mindenkinek volt, mert a bőrből volt, hogy általában azt mondta, hogy volt. De általában élelmiszeredő, a szalonnát, sunkát hoztak ki, volt, akik kint is hagyott, vagy tartott a hegyen ilyesmit. Uh-huh. Akkor nem még biztos valami tároló? Ez ilyen tároló, normáliumnak is hívják. Ugye ebbe is a poharakat, amit ugye itt használtak, ugye nem kint volt, ilyen volt szekrény, más nem, nem olyan volt, hanem ezekbe adták a poharak, mert egyéb edényeket, amit itt használtak kint. Ezt... Ja, ez mi? Ez... Ja, kereplő. Kereplő. Aha. Most ezt kellene használni akkor most, nem? Hát ugye ilyet szoktak, ugye seregélyenek az ijasztására, kereplőt szoktak használni. Ja, csak arra? Hát meg ugye jelzésre, ugye régen jelzésre is használták, meg riasztásra. Ezt a lukat, ezt miért csináltak, vagy mire van ez? Ez macskajuk. Macska? Itt látszik itt is, hogy bár nincs benne semmi, azért a rákcsárók azért mindig megtalálják. Uh-huh. Ugye folyamatosan javítgatjuk, még az őszi javítások nem voltak meg. Ugye most ilyenkor ősszel betalálnak a rákcsárók, aztán bejönnek. És azért voltak ezek a lyukak, hogy a macskák kibe közlekedhessenek szabadon. Aha. De akkor fűtésre, akkor? Kiment a melegére. Hát nem ugye igazából ez egy rongya, hogyha itt voltak és fűtötték, akkor egy rongya betöltek. Ugye ez nem tartja a hőt, tehát az hogy most elmegy és itt hagyja az egész épületet, aztán visszajön, hogy meleg olyan nem volt, ugye csak akkor meleg, hogyha fűtött. Uh-huh. És olyankor, amikor fűtöttek, egy rongya betömték a macskajukat. Amikor meg elmentek, ugye nem voltak bent az épületben, hanem bementek a faluba, akkor kivették a rongyot, hogy a macska be tudja járni, és akkor nem voltak eles az épületben. Ugye az a macskának még jó hely volt bent. Már a fűtöttek fűcső volt. Itt nem is nem tudták fűteni. Ja, akkor nem is fűtöttek, akkor... Hát a fűtés, tehát itt nem nagyon fűtöttek, itt ugye nyári időszakban aludtak kint, télen nem nagyon aludtak kint, télen kijöttek borért, aztán ennyi volt a téli munkájú, tehát télen uh-huh. nem bugált. Ja, akkor azért nincsen kályhacső. Azért nincsen, itt sem volt kályhacső, majd a hátsó helységben van egy olyan, hogy egy ilyen fedett konyharész, ott sütöttek, főztek. Uh-huh. Tehát a konyha rész is ott szokták fűteni, úgy fűteni, hogy amikor sütöttek éppen. Yeah. Ú, prés. Ez prés, ugye? Igen, ez a régi faprés. Hát ilyet még nem láttam, mert ez nekem nem ilyen van. Ugye ezt úgy hívják, hogy bálványos prés. Az mit jelent? Ugye ezeket hívják bálványfának. Ez az orsós bálványos prés. Tehát ezt hívják bálványfának, azt a kettőt, és az maga a fasúlya préselte. Oda bele volt rakva egy fa a rácsokba, és akkor ahogy a csigával engedték, letekerték a csigát, ugye jött le az egész tölgyfarönk, és közben ezeket ugye szedegették ki. Ahogy engedték, aha, mindig egyet kivettek. És nyomta a szőlőt, kijött a leve, és akkor így volt egy ilyen szűrő, ebben jött bele egy a szőlőt, és akkor innen melegették. Rakunk ki a belsőt. Ja, ezt ismerem, csak nekem fémből van a daráló. Ugye itt annak idején minden fából volt, mert fém nem nagyon volt. És ilyen kosarakat használtak szűrőnek. Tehát ugye amikor le lett préselve, beöntözték, visszaöntözték a kárba, ugye akkor az volt, hogy ezt beletették a kárba, és akkor a mustat ugye ebből tudták kimárni. Ugye a héjak meg a maguk nem egyébként. Ja, akkor ezt tehát a ledarált szőlőbe ezt belenyomták. Így van. És akkor és elvileg, beletették az edénybe, és akkor úgy hogy mindig megöntözgették a darálékat, meg a többit. Ugye ott is átment egy szűrő, mikor csorgott innen ki a lé, meg ugye amikor beletették, akkor is rálogtak. Ugye ez az a medence, ez üres, ez lyukos. Itt van lehet egy lyuk, amiből belefolyt itt a kárba. Uh-huh. Yeah. Belefolyt a bor. Vagy a must, pontosabban. És ez volt egy ilyen, hiába hozzuk, most csináltak egy ilyen fedett részt az egyik sarokba,
És akkor itt volt a sütés-főzés. Hogyha fede, általában kint, de ha esett az eső, vagy olyan volt, akkor itt tudtak főzni, úgyhogy ne gyulladja meg az épület. De akkor azért nincsen lecsinálva, megcsinálva a tető alatti rész, akkor ott kiment a füst. Persze, így van. Ugye azért gyakorlatilag ilyen szikrafogóként működött ez a része, neki, tehát hogyha fölcsapott a láng is, ugye itt a zsup nem tudott meggyulladni. Ugye ez is fából van, de egy be van sár, az a be van agyagozva, és az agyag az elég jó tűzzáró réteg. És ugye az egész mennyezete, ahol mennyezet van a pincéken, minden úgy van, hogy be van sár, az a mennyezete is. Tehát megvan a faszerkezet, és akkor itt ez egy sározott rét, vastag sározott réteg van. Tehát gyakorlatilag úgy nézett, hogy ha a tető valami oknál fogva meggyulladt és leégett, akkor is ez a része nem égett el a pincének, mert nem tudta átvenni a tüzet. Fönt miket tároltak? Akkor nem tároltak semmit sem. Hát ugye attól függ, hogyha jó szággal jártak ki, akkor volt egy szénát betárolták, mert ugye nyilván, hogyha jön ki egy ökrös szekérrel, téli időszak mondjuk azzal jöttek ki, akkor ugye az ökörnek szoktak adni, dobni szénát, akkor tehát a legtöbb padláson szénát szoktak tárolni. Meg esetleg olyan anyagokat, amit ritkán vesznek el, mint régi hordót, ilyesmit, ami csak végszükség esetén kell. Már a tüzet kapott, akkor a szén az mégiscsak elégett. Az elégett, de ugye a tüzet nem tudta átjönni, a födémen nem tudta átjönni a tűz, hogy leégjenek a falat, mert ugye sározott volt. Tehát leégett a szén, leégett az egész zsúptető, a faszerkezet, de maga az épületnek a falai azok állva maradtak. Látszik egyébként, régebben még lehetett látni ilyen zsúfedeles pincéket, hogy már nem volt meg a teteje, ilyen leégettet, de a szerkezete még meg volt neki. Uh-huh. Hát akkor könnyű volt visszaállítani utána. Ez is akkor már, csak a tető... ez az épület is égett már le kétszer is, és mégis itt van. Tehát ugye itt a teteje új neki. Ezt szoktátok izélni, befedni mindig, amit arattok nádad, vagy nem, ugye a nád az nád, tehát a zsup az meg a rozsnak, a rozsszalma. Ugye az 1 méter, 1 méter 20, 1,50 is megnő a rozsnak a magassága, és akkor ugye abból készülnek a zsupok, és akkor itt látszik, hogy ilyen kévékben van összekötve, és azok vannak, rozskévék vannak fölkötözve a tetőre. Ja, akkor erre szoktatok embereket hívni, diákokat? Hát régebben befenni. Igen. Ugye én nem régóta dolgozom itt, de igen, régen ezeket úgy csinálták, hogy voltak azok az építőtáborok, és akkor ugye egyrészt ők megtanulták a technikát, meg egy segítség volt. Mert az idén is volt felhívás, itt hogy... Itt is volt, mert lent van egy pince, itt a... Megint fedőt kell csinálni. Nem lett tetőfedésig, nem jutott el, most a falai annak állnak, meg egy része be lett sarazva annak a pincének. Itt, ha megyünk kifele, itt az alsó úton megyünk ki, hogyha itt kimegyünk a hegyről és lefele megyünk, nem itt ki a kapunál, akkor ott, majdnem lent van egy, látszik ott a kerítésen belül van egy ilyen boronafalú pince, aminek a falai állnak, meg a hátsó, most lefóliáztuk a lesarazott részt, elvileg arra kerül még a tetőszerkezet, aztán be lesz ugyanis zsuppolva majd jövőre talán. Ugye most az idén eljutottunk odáig, hogy a falakat fölhúztuk, és akkor ebben ennek a tábornak a keretében lettek ugye besarazva a falak. Na, ugye ezek a gerendák, ezek nem illeszkednek. Amikor ezeket megcsinálják, akkor itt a gerendák között nagy ilyen olasznyi hézagok is vannak, hogy a fának az egy átlensége van. És ugye azt akkor betapasztják sárra, meg az egész be van kemve sárra és le van meszelve. Ja, itt meg a hordók vannak. Ez a voltáról része volt a pincének. Ugye az nyilván fedett, mindenképpen fedett, mert ugye itt állandó hőmérsékletet, viszonylag állandó hőmérsékletet kell biztosítani. De télen nem hűhetett le nagyon, nem fagyhatott meg abból. Elvileg nyáron meg ugye nem melegedhetett fel, mert akkor megromlott volna. Na most, ha itt is van ez a macska luk, akkor hát télen akkor hideg van, ha már meg nyitva hagyják. Megmondom őszintén, ennek gondolom az volt a gyakorlat, hogy ezt nem hagyták nyitva télre. Hogyha nagyon hideg volt, akkor ezeket betömködték. Inkább elviselték a rákcsálókat, mint hogy a bor megfagyjon. Ugye a bornak alkoholtartalma, tehát most bizonyos hőmérsékletig nem fog megfagyni. Aha. De nyilván egy mínusz 20-ban már a bornak nem jön, mert elkezd kristályosodni benne a víz, aztán elkezd kásásodni. Az olyan minőségromlások vezet. Azt tudom, hogy voltak olyan vidékek, ahol azt csinálták, hogy amikor én nagyon hideg idő volt, és ilyen prés hazaik voltak, akkor egyszer, amikor tudták, hogy jön a nagyon hideg, akkor behordták és beszalmázták az egészet. Tehát akkor nyitva hagyták a macskajukat, de a hordókat azokat egyezében beborították egy vastag szalma réteggel, és akkor az szigetelt.
Ez a szőlők csak mintának vannak itten. Mintának vannak, igazából ezeket a szőlőket, hogyha egy föl van kötözve zsinóron és megfelelő klíma van, akkor február, márciusig szőlőt lehet enni. Ez most így bemutatja. Ti is használtok ilyen laptuc, vagy milyen amikor? Ezek kénlapok. Kénlapok, ugye ezekben a hordókban nincsen bor, szerintem a kénlapok most a szőlőt miért kötözték föl, mert ugye a benizmumban ne támadja meg a szőlőt, de elvileg, hogyha jó az épületnek a klímája, most ugye ezt nem tudom, hogy ez ennek most mennyire megfelelő ehhez, de hogyha jó az épületnek a klímája, nem túl nedves, akkor igazából kénlapok nélkül eláll a szőlő. Mert mire használták akkor, mondjuk el, hogy meggyújtották, aztán beleengedték? Meggyújtották és belengedték, ugye ezzel gyakorlatilag kimosták a hordót, meggyújtottak egy kénlapot, belengedték és így ezzel feltöltlenítik a hordót. Oké, egy ekkora kénlap akkor elég a feltöltetéshez, vagy hát, hordó nagyságától függ? Hordó nagyságától függ, ugye azért van az, hogy fejfájós borok, amik agyon van kénezve. Tehát amikor túl sok ként égetnek el a hordóba. Már mi is olyan körülbelül 2-3 centit szoktunk használni. Nem sokat, nem kell belőle sokat belerakni, vagy akkor van az, hogy a kénes lesz, utána befejtik a bort el a hordóba, és akkor utána kénes lesz a bornak az ide jó darabig. És attól az, hogy fejfájást okoz a bor. Az egyik oka neki. Most nem mindig, hogy a rossz bor, rosszul kezelt bortól is van fejfájás, de például a túlzottan kénes bort az egyik tulajdonság, hogy fejfájást okoz. Ezt azért mondják rá, hogy akkor rossz volt a bor. Hát ugye azt kiérezni, azért, amikor valaki nagyon kénezi a bort, megszagoljuk a bort, annak kénszaga van, meg az íze is olyan kénes. Ugye a fejtés után, amikor át van fejtve, akkor közvetlen után nem is szoktak bele fogyasztani, pont azért, mert akkor még nem járja át az egész rendszert, még nem, hogy nem tudok, ha jól szok mondani, nem kioldódik, de ugye nem semlegesedik, vagy nem közömbösödik a kén. Ugye akkor egy idő után eltelik egy bizonyos idő a hordóban, hogy kéneztük a bort, utána annak a hatás, vagy az ízanyagai, azok elmennek, és ugye akkor iható lesz a bor, de közvetlen kénezés után, most, hogy ma átfejtem a hordóba a bort, és bekénezek a hordónak, akkor holnap abban nem lehet indulni, mert biztos, hogy kényszagú meg kényéző. Ebben ez a tölcsér, amiben beleöntik a mustot, aztán akkor úgy folyik bele a hordóba. Igen. Ugye ennek olyan a kialakítás, hogy pont úgy rá lehet tenni, és nem kell fogni, mert ugye viszonylag sokat bele lehet önteni, meg megáll a hordónak ugye gömbölyted a hasa, és a hordó hasán megáll. Ja, mert mi is szoktunk ilyet használni. És most már szétlen nekem is. Nem az a baj, hogy szép, nem az a baj, nincs, aki csináljon ilyet. Ja, már meg hordó sincsen, hordókészítő. Hordókészítő. Mi meghaltak, aki ott volt az utcánkban, és ketten voltak, azt azok is meghaltak. Meg az igazság, hordóra nincsen szükség most már. Mindenki karacia tartályban rakosgatja a bort. Ja, fémtartályban, mert Baltaváron is voltam az egyiknél. Mindenki fémtartályban rakja, mert ugye a hordó mosogatás, hogy ez egy macerás művelés, ugye itt lehet elrontani a bort, mert nekem is volt ismerősöm, aki jó szőlőt, jó mustot csinált. És ugye ott lehet elrontani a bort, mert hogyha rossz a hordó, vagy egy rosszul kezelt hordó, ugye egy fémtartályt sokkal könnyebb tisztára mosni. Leveszem a tetejét, kimosom, vannak hozzá megfelelő vegyszerek is, azzal is ki lehet mosni tisztára, és nincsen gond vele, de egy ilyen hordót én nagyon nehéz. Nagy cégek akkor miért mondják, hogy fahordóba tárolják a bort, aztán közben meg fémtartály használnak? Ugye... Most a borászat is lassan vagy ipar lesz, mert egy csomó, én megmondom őszintén, nemrég szembesültem ezzel, mert én nem borászkodok magam, sajnos. Nincs rá lehetőségem, de most nemrég szembesültem, hogy mennyi vegyi anyagot használok most a borkészítéshez. Tehát a derítő anyagoktól elkezdve az aroma kivonó anyagokon át mindenféle nyavaját beleraknak a musba is, meg a borba is. Én úgy tudom, hogy már vannak olyanok, hogy ami hordó ízt ad a bornak, hogy olyan jellegű íze lesz a bornak, mint hogyha hordóba tároltál volna. Egyébként meg, amelyik cég megengedheti magának, azok rakják fa hordóba, csak ugye úgy csinálják ezek a nevesebb cégek, hogy megcsináltatják a teljesen új hordót, és amikor abba az évbe kimegyük, nem mosogatják, hanem kifejtették belőle a bort, és az összes hordót eladják, továbbadják. Ugye a magángazdák, a kisgazdák egy egyszer használt hordót, azt még simán kimossa, megveszi, és évekig tudja használni, mert a minősége igazából nem romlik, csak egy nagy cégnél nem mosogatják, és megengedheti magának azt, mert adott esetben olyan minőségű hordót előállítani, amiben akkora bevétel van, hogy azt mondja, hogy megéri ezt neki, hogy minden éven vesz egy garnitúra új hordót. És akkor ők mondhatják, hogy fa hordóban érlelt boruk van,
ami igaz is, csak ők nem mosogatják és nem kockáztatják meg azt, hogy befertőződjön a borok és tönkre menjen. Most akkor, ha valakinek tönkre megy ilyen fahordója, akkor az hol tud csinálni egyet? Hát az országban még van egy-két ember, aki csinál. Azt tudom, hogy a Tokaj környékén biztos, hogy mert ugye Tokajban nagyon sok hordót használnak. Ugye ott a gönci hordója azt mondanak, ami értékegység, és ott egyébként is sokan, ugye a tokaji bornál sokszor van az, hogy tényleg fahordós érlelés. Ugye ott az is adja meg egy-két fajtának az amatát, meg az ízét, hogy bizonyos fahordókba érlelik. Ott még biztos, hogy csinálnak, meg úgy tudom, hogy Dunádon is van, aki még csinál a hordókat. Akkor jól mondtam, már múltkor találkoztam egy ilyen borkészítővel, azt mondja, az is siránkozott, hogy nem tud szerezni fahordót, megcsináltatni, meg a régi rossz hordókat, hogy ki fogja megcsinálni. Annak is azt mondtam, hogy menjen el a Balaton környékére, ahogy biztos talán. A Balaton környékén is biztos, hogy tehát a nagy borvidékeken biztos, hogy még van olyan ember, aki csinál a hordót. Mert biztos, hogy lehet találni, szerintem Aranyárba csinálják most, már nem nagyon van ember, aki ilyet tudjon csinálni. Ja, ezt a vasat, ezt mire használták? Vagy mi ez? Hát ez egy igen jó kérdés, megmondom. Az olyan, mintha valami sarkantyút húznának föl rajta, vagy valami. Vagy lókaparó? Az hasonlít. Nem tudom, azt sem mondom kétszer, hogy nem dugóhúzó egyébként. Ugye még vannak a nagyobb dugókon voltak, de lehet, hogy hülyeséget mondok, nagyobb levágások letámasztott, és akkor tudod velem állni. Beékelődött, ugye, mert be voltak faragva a dugók, és nem volt szóval. Akkor lehet, hogy nem mondom, hogy nem mondom, hogy az volt, de ezt megmondom őszintén, hogy ezt nem tudom, ezt nem is szerzem. Ugye, ami még itt érdekes, itt ezen a vidéken jellemző, ezek a kölkás fazárak. Na, ez mi tényleg? Ezt hívják kölkás fazárnak, ugye egyrészt van egy kulcsos zár magán az ajtón. Tehát, hogyha betették az ajtót, bezárták kulcsal, be volt hajtva, hogy az ajtó itt volt bent, és akkor még az ajtó állé ezt betolták, ez volt a kulcsjuk, itt nyúlták be kívülről, ezt betolták a lukon, vagy ezt betolták így, ráfordították a kulcsot, és akkor ez a fa még pluszban nem engedte kinyitni az ajtót. Ez a kölkes fazár, ez meg úgy működik, hogy ilyen fa szerkezetek vannak belefaragva, itt hátul van egy lukolat, ahol ezeket be lehet tenni. Minden egyes zárhoz egyedi kulcs van, és ennek a retesznek a végébe ezek így belepasszoltak. Így. És akkor nem lehet. És amikor a kulcsot bedugta, fordította, akkor ezeket, ezek a lyukak, ahogy ki vannak faragva, ahogy a kulcs fordította, ezek följöttek, és akkor lehetett mozgatni. De amikor betolta és a kulcsot visszafordították, akkor ezek így beleültek ebbe a vágodba, és ezektől nem lehetett ezt mozgatni bent. És így működött a kölkes fazár, ez itt a környékre jellemző egyik ilyen technikai megoldás, nagyon sok ilyen régi pincében vannak ilyenek. Minden pincében akkor más fajta van akkor. Mindenki egyen, és ugye ez azért jó, mert saját maga eltörött egy ilyen, saját maga faragott egy ilyet bele. És tudták, hogy milyen kulcs van benne, és akkor az a kulcs, tehát minden kulcs egyedi. Ugye ebben kettő ilyen van, ez gyakorlatilag úgy néz ki, bedugják az árba, és akkor amikor elfordítja a kulcsot, akkor ez a két fül ezt a kettőt kiemeli a helyére, így fölemeli. És akkor lehet. Aztán ugye ezeknek a kulcsoknak a maga a távolsága, a mérete, ez változott záronként, és nem volt két egyforma. Ugye saját maga meg tudta kovácsolni, tudta milyen kulcsa volt eltörött, csinált magának egyet, tehát tudta ilyet csinálni. Yeah. A gond akkor volt, hogyha kicsit maszatos volt, beállította a kulcsot, aztán akkor jöttek a problémák. De akkor hogyan tudta kiíteni, ha leállítette hát, a kulcsot? Hát ugye, hogyha tudta, hogy milyen kulcs való bele, mert mondjuk ha otthon volt egy, akkor elbalagta, hozzá egy tartalék kulcsot, azt kiította azzal. Igen.
igazából a témának az az apropója, hogy ha visszagondol mindenki arra, hogy a természetben minden fa, minden élőlény szabadon el van, és senki sem pusztult ki eddig különösebben, kívül a dinoszauruszokat, de az is egy külön téma, ugyanis nem pusztultak ki, hogyha ránézünk egy baromfira, akkor mindjárt jobban látjuk. De ha egy példát említsek, ugye a gyerekek nyáron otthon jól el vannak, semmi bajuk nincsen, nekem is van öt unokám, és egészségesen ott el vannak, aztán szeptemberben bemennek az óvodába, és egy hét van mindegyik beteg. Ez ahhoz lehet összehasonlítani, hogyha nézzük egy olyan gyümölcsöst, ami egy hagyományos, régi, múltszázadi ilyen hasonló típus, mint ami itt is van, vagy nézzünk egy olyan intenzív gyümölcsöst, ahol nagy almások, költések, egyébek vannak, akkor látjuk azt, hogyha nincsen egyszeres, gyógyszeres kezelés egy olyan nagy intenzív gyümölcsösbe, akkor azt magára hagyják, mint hogy volt a 90-es években TS nagy gyümölcsösök, almások, azok pár év alatt tönkre mennek, gajra mennek, végük van. Tehát a betegségek kipusztítják őket, és nagy tömegben ugyanaz a fajta egymás mellett van, ugyanazt a betegséget kapja meg, és gyakorlatilag elviszi. Azok a elhagyott gyümölcsösök, amik a különböző zavai-vasi hegyekben vannak, sok helyen már beerdősültek, de azok a gyümölcsök, amiket a tulajdonosok nem vágtak ki, azok a mai napig ott vannak, és bőségesen teremnek. Ez keltette fel a gyümölcsészeknek ugye az érdeklődését, hogy hogy is lehet ez mindenki, mindenképpen lehet ez. És akkor jöttek rá, és jöttünk rá, hogy igazából a természetre kell rábízni a különböző gyümölcsfáknak, a kerteknek a gondozását, magára a biológiára. Ugyanis a természet az egy nagy, stabil rendszer, amiben ha egyensúly van és nincs beavatkozás, akkor ott nagyobb probléma nem lehet. De hogyha vannak is kilengések, az inga visszalengés, visszaáll az egyensúly, ugyanis különben fölborulna minden és nem működne a rendszer. A legjobb példák azok az őserdők, amelyeket ugye nem bolygatott még ember, és ott nagyon régóta megvan ez az egyensúly, és nem kell beavatkozni. Igazából ez az intenzív gyümölcsös és a beavatkozás az embernek az irigysége, vagy a telhetetlenség, a pénzsóvárgás miatti kényszere hozta létre, ugyanis egy természetes gyümölcsösben, ha azt mondjuk, hogy terem a fán 100 darab alma, abba kell, hogy jusson a kukacoknak, a madaraknak, különböző más országoknak és az embernek, és ha az embernek nem 50 darab jut, akkor már teljesen kétségbe esik, hogy mi van a másik 50-e, az is kellene neki, hogy pénzt csináljon belőle. De ezt használják ki azok a nagy multi cégek, akik mindenféle csodálatos vegyszereket ajánlanak mindenre, és árusítják, és megoldandó, a problémát megoldandónak vélik. Az más kérdés, hogy amióta hogy a vegyszereket alkalmaz az ember, és ez nem olyan túl régi, mert ez nagyjából a múlt század 50-es éveiben kezdett el berobbanni, különösen hazánkban. Azóta jól megnézzük, a betegségeknek a nagy részét ezek okozzák. Ez egy külön téma, de ez érdemes odafigyelni és elgondolkodni. Hát, hogy hogyan is álljunk hozzá, hogyha ilyet akarunk a kertünkbe? Persze nyilvánvalóan minden kert nagyságától függően más és más az alkalmazott módszert, de a legkisebben is el lehet valamit kezdeni. Ugye az alapok azok ott kezdődnek, hogy a talaj. Ugye minden növény a talajból él, talajból táplálkozik, és hogyha a talaj nem megfelelő, akkor nem beszélhetünk egészséges növényi életről. És azért itt az első gépen a glisztát hozom, ugyanis a glisztáknak a mennyiségben a talaj minőségét meghatározza. Tehát, hogyha egy négyzetméter talajt mi főtúrunk, és abban nem találunk glisztát, akkor ez egy hold valami. Sok jóra ne számítsunk. Hogyha ott eléri a gliszták száma 20-at, 30-at, 50-et, esetleg 100-at, minél több, annál jobb, annál húszosabb életképes a talaj. Hozhatnék el egy olyan példát, például, hogyha rakunk egy nagy tábortüzet, vagy így a jó szokás szerint ilyen gajégetés, ami nagy divat hazánkban, és
ott a nagy tűz helyén tavasszal ott valamit elvetünk, akkor megnézhetjük, hogy mi lesz, nem kell ki semmi. És fölégettük, egy ásványi anyag majd utána a talajban az élet megszűnik. A talaj nagy része, igen nagy százaléka az élő lényekkel van tele. Ezt ilyen aprók szabad szemben nem látjuk, de lehet következtetni. A giliszták mit dolgoznak a talajban? A giliszták levegőztetik és áztatják a talajt. A járatokon keresztül lejut a csapadék, a levegő bejut a talajba, tehát porhanyosítják, emellett keverik is. Ezen a képen gyakorlatilag egy ilyen kísérleti edényben van elhelyezve különböző talajok föl a humusz, aztán lefel egészen legalább már csak homok van, és giliszták vannak behelyezve, és ha megnézzük a következő képet, azon már látszik, hogy a giliszták hogy összekeverték ezt a leföl mozgásukkal, amellett, hogy nem csak egy giliszta faj van, hanem sok tíz Magyarországon, és ezek a talajok különböző rétegeibe élnek és dolgoznak. Aztán, hogyha fölmegyünk egyre jobban a felszínre, akkor a lényeg az, hogy a kertünkben a talajon is természetes növényzet legyen. Tehát az nem kert, amikor hetente kétszer fűnyíróval rohangálnak, különösen ezek az automata csoda fűnyírókkal, és akkor a 2 centis gyep mellére a 2,5 centit akkor nekiállnak írni. Az egy gyakorlatilag majdnem halott zöld szőnyeg, arra sok mindenre nem lehet alapozni. Lényeg az, hogy minél több különböző növény, változatos, fajgazdag talajt akaró legyen lenn. Hát erre jó példa, itt az utcánk a különböző telkek előtti rész, hát az elején onnan se kell az a miénk. A kerítés előtt, ahol a kocsi áll, az már a szomszédé. Hát gyakorlatilag itt is az a cél, hogy minél többet megőrizzünk belőle. De a másik, hogy a gyümölcsösben szintén ne egy leborotvált gyep legyen, hanem kaszált anyag, és minél változatosabb. Hát ezen a képen egy ilyen vegyes pillangós keverék volt eredetileg vetve, és aztán kialakul egy olyan természetes növényt akkor, ami ahhoz a talajhoz, ahhoz a gyümölcsöshöz illik, és azt tudjuk hasznosítani, illetve hát elsősorban az a nagy rovarvilág hasznosítja, ezt azok vannak ott, amikor a környékről odavonza őket. Hát itt elsősorban a beporzókra kell gondolni, de nem csak azokra, hiszen itt is többféle beporzóról van szó, nem csak azok a méhekről, amiket mi tartunk, azok a nagycsaládos méhek, hanem az egyedi méhek, a különböző más olyan rovarok, amelyek a beporzás segítik, és ez rendkívül sokféle változatos virág és növényzet szükséges. Mindjárt tavasszal például a gyümölcsfák alatt megjelenik a gyermekláncfű virága, amit szintén szeretnek a méhek. Egyes kutatók szerint a gyümölcsös alján gyűjtögető, ezen a sárga virágon gyűjtögető méhek, hogyha rámennek a gyümölcs fák virágaira is, akkor az almának a beporzása az eredményesebb lesz, tehát több almatelem, több lesz a gyümölcs. Méhekről még annyit mindenki hallott már biztosul, hogy milyen nagy veszélynek vannak kitéve, ugyanúgy, mint az emberek a különböző mérgezések következtében nagyon sokféle betegség ütötte fel a fejét, különböző másonnan behurcolt élősködők miatt is. Igen, igen, nagy az a összefoglaló problémának az elnevezés, amit ugye a kaptár elhagyási betegségnek neveznek, ami semmi más, mint az, hogy a mérgezett, valamint a tájékozódásokat vesztett méhek eltűnnek a kaptárba, egyszerűen kívül a kaptár, és nyomuk vesz a méheknek, a családoknak. Itt egy-két poszmész szintén, amelyek a talajba laknak, kis családos méhek, ezek és a szántóteletek, a mindenféle felszántások, a fűnyírások nem tesznek jót is. De mondhatnánk akár lepkéket, amelyekből szintén egyre kevesebb van,
szintén a beporzók közé tartoznak, akár ez a kacsafan farkaszender, amit gyakorlatilag mindennapos nappali lepke is volt, meg esti lepke is majdnem eltűnt, de említhetném itt a fecske farkú lepkét is, ami várhatólag jövő év fecskéje lesz, és jó részt ugye jobb növényen táplálkozik, és mégis sok a probléma, de hát sorolhatnám az összes többi pillangót is, és ezek mind vagy gyom növényen, vagy egyébben táplálkoznak. A kártevőink, nekünk kártevők, azok jó rész éjszakai lepkék. De akár ilyen például, mint az engőlégy, ami kevesen ismernek, de például beporzó. Ő az a légy, akit gyakorlatilag egy helybe áll, és megpróbálják elkapni a korodéjbúri 10-20 centit, aztán ott vigyorog rajtunk, hogy fogjál meg. Tehát ez egy érdekes ország, vagy éppen a pókokat lehetne említeni, amely hát sokak számára nem tetszetős egy országok, de rendkívül hasznosak. Tehát mind ezek a benne vannak a rendszerben. Vagy ahhoz, hogy például egy imádkozó sáska legyen a kertünkben, ahol szintén kevés a alacsony gyep, szereti a magas növényzetet. Itt például a mustárom őszi kifejlett állapotban van. Az egyik nagy fogyasztója a poloskáknak például, amelyekből egyre több van. És én ekkor említem ezeket a bejövő újabb rovarokat is, tehát nem mindig kell arra figyelni, hogy a bulvár sajtóban milyen hisztériás cikkek jelennek meg nap mint nap, sok hülyeséget beszélve. Azok a behurcolt jószágok ellen is előbb-utóbb lehet valamit tenni, ugyanis a poloskáknak is nagyon sok ellensége van. A poloskáknak gyakorlatilag az egyik fele ragadoz életmódot folytat, nem növényi táplálékot eszik, egymást is fogyasztják, tehát előbb-utóbb beilleszkednek a rendszerbe. Említhetném itt legjobban mindenki által ismert spanyol csigának nevezett rózsaszín átkot, ami az elmúlt évtizedekben jelent meg, gyakorlatilag 10-valány éve az országban, és hatalmas torlást végzett. Ugye mindjárt lett egy jó üzletága az indiai futókacsa, ami ezt ugye megeszi és pusztítja, és milyen jó. El lehet vele pusztítani. Örömmel közlöm, hogy nem csak azt pusztítja, bármilyen kacsa megeszi a mesztelencsigát, sőt egy baromfiak egyes része is megeszi, már megismer és hozzászokja. Valamint, hogyha ezt úgy összességében nézzük a dolgot, hogy a kertművelésbe beveszünk majd később szólókra a baromfiakat, és mindjárt más és árnyaltabb lesz a kép. De hát sok minden más is megjelenhet a kertünkbe, mindenféle rovar. Gyakorlatilag ugye, éjszakai pókok, vagy akár a hangyák, és hogyha már hangya van, akkor van hangyaleső is, ami egy homokos részen a hangyákra vadászik. Tehát egy összkép kialakul, egy teljes rendszer, ugyanúgy, mint az erdőben, vagy bármely más természetes területen, hogyha ezt a kertünkben hagyjuk. És ehhez az kell, hogy teljes, mint ahogy Lantos Tamás is nevezi, erdőkert legyen a kertünk, tehát legyen benne a talajon, a cserjeszín és a fászín. Hát aztán, hogyha minden ilyesmi jószág van, akkor ugye megjelennek a madarak is, és ők is segítenek ezt a rendszert egyensúlyba tartani. Tehát ahol több a rovar, ott több a madár is, itt egy zöldike fészek látható épp a borostyánba, és itt a madár látszik, hogy miért zöldikének hívják. Ez a hím, mert általában a madaraknál a hímek a színesebbek, így pedig lenne a tojó. Aztán itt a poszáta félék közül, a barát poszáta, ami szívesen jön a kertbe, vagy itt a kis poszáta. Egy kis fiatal jókákkal, fészekkel, amit a mindenki által ismert fekete rigó, és különben csúszka szól fölöttünk, majd róla is szól. A hímek a színesebbek itt is, illetve a fekete világos. Egy pár napos fekete rigó fiókák, itt meg már a idősebben, és egy bokorban, és hát a fiatal kirepült rigófiókák, a rigófiókákra és a rigófélekre nagyon gyakori az állítás, illetve az a gyakorlatuk, hogy
nem várják meg a teljes kilépési koraszakot, hanem hamarabb, tehát itt is látszik, hogy farka még alig nőtt ki, még a szája és a sárga, de már kimegy, ugyanis hány fióka van, az annyifele szalad szét a kertbe, a szülők mennek sorba és etetik őket, hívogatják az ülőket, és nem kiesett a fészekből, hanem nekik ez a stratégia, hogy ha egy ragadozó elkapja őket a fészekben, mind megeszi, viszont egyet elkap, a többi meg még életben tud maradni. Ugyanígy énekes rigófészek, ugye jellemző rá, hogy a fészkét belülről kivakolja, sárral kitapasztja, nem lehet megismerni, és maga a madár is világosabb és pöttyes a melle. Gyakorlatilag ezek a madarak mind a saját kertünkbe készültek, ezek a képek, tehát nagyon lényeges, hogy mennyi, hányféle madár megy egy kertbe. Hát a madarak dinoszaurusztól származnak, az, ebből is azért lehet kicsit következtetni. Ez egy megyvágó fióka, és ugye ilyen lesz, hogyha szépen kifejlődik, és hát a csőréből látszik, hogy miért megyvágó a neve. Gyakorlatilag ugye ez egy ekkora madár, ekkora csőrrel, az ember ujját is képes levágni, hogyha nem figyel oda. Aztán az odulakók, ugye a legtöbb kertben ugye nincsen olyan öreg fa, amiben odul is van, meg hát jó szokás szerint azt rögtön ki kell vágni. Úgyhogy mesterséges odulakkal segíthetjük ezeknek a fészkeknek, a madaraknak a telepítését. Úgyhogy elsősorban itt a széncín egéről lehet szó, általában mindenhol előfordul a kertekbe is. És hát egy-két adat arról, hogy mégis mit segítenek ezek nekünk, ezek az ingyen napszámosok. Egy színege az általában kétszer a fészket, két alkalommal, egyszer akár lehet 10 fióka, és másodszor 5-6 fióka, tehát nyugodtan számolhatunk a szülőkkel együtt olyan 15-20 madárral és esetleg egy év alatt. Ezek rovarból, valakinek tippje, mennyit tesznek meg egy év alatt? Mennyit fogyasztanak? Dekára, kilóra? 100 kiló. Hát azért annyi nem, de olyan 25-50 kiló között egy évben ez a 15 madár. Na most le lehet mérni egy hernyót vagy egy legyet, hogy mennyi ezt beszélni. Mit fogyaszt? Na most ezt semmi emberféle eszközzel vagy vegyszerre nem lehet pótolni. És egy olyan kert, mint nálunk is, hogy most ott a ház körül mondjuk van 2500 négyzetméterünk, azon van 8-10 odú. Abból, hogyha csak a felébe vannak madarak, jó volt, mikor már nem volt mit enni, akkor leállt az alapart, és onnan hozta a fűszfáról a hernyókat, be lehetett azonosítani, de ez iszonyatos mennyiség csak ebből. És hát nem csak ezek a színegék vannak, hanem hát a többi más madár is. A rigók a földön táplálkoznak, a poszálták a bokrokon, mindegyik beosztja a maga szintjét, a maga táplálékát. Itt a kis napos fiókák. Az odukat ugye azt minden fészkeléskült kitakarítjuk, mert a madár nem tudja és nem szeret mondjuk ugye szaros pelenkára ráépíteni ugye a fészket. Ennyit már a nagyobb fiókák. Másik madarunk esetleg, amely előfordulhat, az a kék színege. És hát ugye itt vannak a repülőrovak, ugye a fecskék. Hát ez egy más kérdés, hogy gyakorlatilag már alig van repülőrovar. Az állattartás gyakorlatilag Magyarországon a falvakban megszűnt. Azt nézem, hogy Pókaszepetken és Zala Istvánra két faluba, Zalarétre egyik-másik oldalra 80-80 marha ment ki, még a 80-as években most már sem ennyi se. Gyakorlatilag nincs állattartás, nincsenek rovarok, a szúnyogírták ezerre dübörög. Gyakorlatilag mitől legyen fecske? Hozzájárul persze a fecskéknél még a hosszú távú dél-afrikai vonulás, ugye Afrikában meg mindent megesznek, bújárási változások problémák. Tehát ha lehet, akkor próbáljunk meg fecskét telepíteni. Az előbb füsti fecske volt bent, itt az ereszt alatt a Molnár fecske. Ez a részlet az a legnagyobb, sőt talán az ország legnagyobb műfecske telepéről, Sormáson egy Pus nagykereskedő cégnek az ereszt alatt van 80 darab műfecske fészek, amit mi javasoltunk, mert lepotyogtak a ereszt alól a festett ereszt alatt fészkek, és rakták ki őket, és elfoglalták őket a fecskék. Aztán műfecske fészekben megtelepszik a szürke légykapor, amit ugye kevesen ismernek, ami a jellegtelen kismadár szintén
az udvarba, a kertbe rovaró, repülő rovarokra vadászik, vagy éppen a házi rozsdafarkú is megtelepszik benne, nem csak az udvarba, és hát látjuk itt is, mi mindent tud összehordani. Hát ez is egy jellegzetes olyan madár, ami úgymond kiesik a fészekből, és behozzák, és hát szerencsétlent föl kell nevelni. Majdnem gyakorlatilag minden fiókát fel lehet nevelni. Olyan még nem volt, amit nem sikerült volna, de a gond az, hogy az ember által felnevelt fiókák nagy része az nem lesz életképes, akármennyire is annyira tűnik. Különösen vonatkozik ez a nagy testű madarakra, gólyákra, baglyokra, majd később megmondom, hogy miért. Kerti rozsdafarkú, mely gyakorlatilag majdnem sikerült meg kipusztítani az országból. Aztán itt vannak a seregék, amelyek keveset szeretnek, de a seregék észteles időszakban rovarevő, mint a mellékáll táblán is látszik, és a fiókáit azzal táplálja, a dulakó madár, itt egy-két szép tojás, és mellette egy újabb átok a műanyag szál, amit erőszertette használnak sokan a szőlőbe és kötezőanyagnak, ami ugyanaztán nem bomlik le, bekerül a fészekbe, viszont nem szakad el, ha a madár lábára vagy madárra tekeredik, az a pusztulását okozza, vagy ott lóg a fészekbe kint, vagy nem tud kijönni, vagy mint a gólyák esetében nem egyszer kellett lehozni fiókát, mert nem tudott kirepülni, csomkolta a lábát, vagy éppen lekötözte a lábát. És hát bizony utána tényleg rászokik a gyümölcsre, össze van szőlőre, meg egyebekre, de hát valamit valamiért. Aztán a mezei veréb, ami szintén nem magevő fészkelési időszakban, nem ugyan, mint a színege rovarevő, szintén ott a csőrébe a jószág. És hát ugye a mezei veréb, ugye a szőlőmadarak rokona, csak éppen beszokott az odúba, illetve a házakhoz, és már, de még az udvar mindig ilyen zárt fészket rak. Aztán még épületeinken lehetnek még más madarak is, mint például a barázda billegető, szeret tető alá, cserép alá fészkelni, és jó részt a földön táplálkozik. Hát egy-két odulakó madárnak való odú, ugye bal oldalt fönt a szokásos cinege meg egyebeknek, valók alul lehet társas a verebeknek, meg elviselik egymást. A cinegéknél az jó, hogyha 10-20 méterre van egy-egy udva egymástól. Jobbra fönt a rozsdafalkóaknak nyitott típus ódú, középen egy üvecskefészek, és jobbra alul pedig legyen ilyen üvegfalú ódú, amit ha egy ilyen ablakra felszerelünk, akkor szerencsék van, akkor belülről nézhetjük, hogy hogyan költenek a madarak. Egy-két más madár is, nagyobb madár, például töviszúrú gévics, ami megtelepedhet bokros, különösen ilyen vadrózsás kerítésbe, és nagyobb rovarokra, sőt hát kisebb egerekre is vadászik, valamint hát mindenki által ismert harkályfélék, nagyfakopáns, közép vagy balkáni, amelyek hát nem tönkretetszik a fákat, hanem kiszedik a fakéreggel a kártevőket, és ezzel segítenek nekünk. Valamint hát odut készítenek a korúd nem tudó madaraknak. Aztán a vörösbegy, ami nagyon szeret ilyen bokros, mélyutos helyeken fészkelni. A földön a citromsármány, szintén inkább jó magevő. Aztán az előbb hallott csúszka, nem gyorsan kapta a nevét, hogy fejleflét tud lecsúszni a fán. Szintén a fákon keresgél, ott táplálkozik, de annyira nem tudja a fát kibontani, mint a harkály. Pont az oduját, a bejáratot, azt a saját méretére befalazza sárral, onnan lehet megismerni. Aztán egyéb ilyen magevők, mint a tengelic, mi elsősorban gyommagokkal táplálkozik, különösen télen nagy csapatokban, még a hó alól kilátszó, ha még egyáltalán van, hogy pusztítja a gyommagokat, nagyon hasznos kismadár. Sárgarigó, szintén magas fákon művészikép fészket készít, tehát hogyha van a kert mellett egy nagy nyárfa, akkor nagy esélyünk van rá, hogy rakja a fészkét. Aztán a fülemüle, ami bokrokat nagyon szereti, a bokros helyeket, ha ilyen van a kertünkben, be tud jönni, ez nálunk készült amúgy szintén. A legszebben éneklő madarunk, Csalgajnak is hívtak,
Aztán újabban bejönnek a kertbe, házba, az ház mellé az örvös galambok is. És hát egy-két olyan érdekes dolog, mint a kakuk, ami szintén hernyokkal táplálkozik, de ugye saját fiókát nem nevel. Ez a szomszéd faluba hívtak, hogy a nyári konyha teteje alatt valami szörnyű madár kelt ki a rozsdafarkú fészekből. Hát ez volt az, kakuk fióka. Ugye az a tulajdonság, amikor kikel, előbb kikel, mint a gazdamadárnak a fiókái, és akkor a tojásokat kilögdösi a fészekből, mert hát egyedül kell, hogy maradjon, hogy azt a nagy madarat, azt a két kis madár föl tudja nevelni. De nem fognak kipusztulni a madarak mellette. Bagyok. Ugye nagyon sok, a lepkék nagy része a kártevők éjszakai lepkék. És az éjszakai lepkék sokkal többen vannak, a lepkeállománynak a igen nagy kétharmadát legalább azok teszik ki. És hát erre többek között olyanok vadásznak, mint a kis füles kuvik, ami úgy jön hozzánk tavasszal, tehát hogy májustól szeptemberig van nálunk, mediterránumban telel, oduk balakik szintén, vagy az erdei füles bagoly, ami elsősorban pockot, egeret fogyaszt, nem rak fészket, szarka vagy varjú fészkekbe, elhagyott fészkekbe költ, vagy ha rakunk kinek egy kosarat, mint mi is csináltuk, azt ott költ. Szintén a kertünkbe nevelkedtek fel, és hát a fiókák, ezek még fiókák, nagyon barátságosak. Hát akkor nem túl barátságosak, míg mikor kicsik, és öten egy fészekbe este 10-től hajnali 2-ig, 3-ig nyomják a sipolást az ablak mellett. Ezen lehet megszokni, kell egy-két hét. De itt érnék vissza arra, hogy bagolyfiókát is viszonylag könnyen föl lehet nevelni. Ezek is szétmennek a fészekből, lepotyognak, idézelve összeszedik őket, behozzák, aztán visszavíthetjük. Ugyanis az erdei füles bagoly, tehát itt is látszik, milyen anyányi és még nem önállóak. Tehát gyakorlatilag szeptember, október mire nagyjából megtanulnak vadászni. Most ezek éjszaka kell a pockot megtanulni, hogy hogyan kapja el. A bagoly nagyon jól lát, de nem szemmel vadászik, füllel vadászik. A két füle az nem úgy van, mint amilyen lehetőleg egymással visszintbe, illetve szembe. Eltolással van a két füle, és ugye a hang nem egyszer itt a két fülébe, ez az agya gyakorlatilag térhallással rendelkezik. És ezért tudja pontosan behatárolni, hogy hol mozog lenne a pocok meg az egér, így tudja elkapni. És ezt az ember nem tudja neki megtanítani. Gyakorlatilag a felnevelt, meggyűrűzött bagolyfiókák nagy része nagyon gyorsan megkerül valahol elpusztult állapotban, és ezért nem szabad fölnevelni ilyen fiókákat. Bagyoknak milyen odók kellenek? Bal oldalt egy kubikodó, jobb oldalt egy gyöngybagolyodó, alatta lent egy erdélyfülesnek egy tálca, bal oldalt pedig egy macska bagoly. Gyöngybagolyra még annyit, hogy ezeket a ládákat nem csak templomtornyokba lehet kihelyezni, a nagyobb épületek padlásra, vagy lakóépület padlásán is, ahova be tud menni a madár, és csak oda a ládába. Itt láthatóak a tojásai, részben kikelt fiókák, nem egyszerre kelnek ki, mert az első tojáskor már leül és kotlik a madár. És hát itt is látszik, hogy különböző nagyságúak, és általában attól függ, hogy milyen a pocok állomány, annyi tojásnak, ha száraz évszak, akkor sokkal pocok, sok tojásnak. Ha közben bejön egy eső, hát akkor a kis fiókákat megeszik a nagyok, mert valahogy élni kell, és hát egy felnőtt madár. Erre is újabban lehet kirakni nem csak padlás, hanem a kertbe is gyöngybagoly ládát. Itt látható egy-két példány belőle. Olyan működik ez, az utóbbi években ezeket is szívesen elfoglalják a gyöngybagyok. Ugye az állomány nagyon változó, északi elterjedési határa Magyarországon, a hideg havas teleket nem bírja sok a pusztulás, emellett az éjszakai bagyoknál a igen nagy pusztulási aránya a gépkocsi elütés, ugyanis a reflektorba elvakul, az autó most nem lassít, a meleg aszfalton éjszaka elég jó a pocokjárás, és hát arra mennek rá, nagyon sok az elütött jószág. Hát aztán legyen a kertünkben egy kis víz is, ugye, mert víz nélkül nincs élet, és jó, hogyha van egy kis vízélet.
nem kell túl nagy, nekünk is egy 3x3 kis tavunk van a kertben, épp elég ahhoz, hogy legyenek benne békák, különböző jószágok, és hát tudjanak ott nevelkedni, akár a szitakötők, ugyan szintén ragadozó életmódot folytatnak, külbe kapják a faját, vagy éppen a békák le tudjanak petézni. Azok is, amelyek nem éppen annyira vízhez szokottak, mint a varangyok, ugye azok csak petézéskor járnak oda. De éjszaka sok mindent fogyasztanak, köztük a mesztelen csigákat is például. És ezek erdei békák és más egyebek. Valamint hát a gyíkok, amelyeknek nem igazán a víz kell, hanem egy két olyan búvó hely, ahol napozhatnak, tehát egy kis kőrakás, egy kis homokrakás, ahol lerakhatják a tojásaikat és költhetnek. És általában a fürgegyík az gyakorlatilag bárha megtelepedhet, alkalmas helye van neki. És hát ezek is nagyon sokat vadásznak, vagy éppen a zöldgyík, egy színes hím példány látható. Vagy éppen az alában nagyon rettegő emberek a kígyóktól, ami ugye sok lábatlan gyík, kuszma esik áldozatul ennek a félretájékoztatásnak, hogy így mondjam. De ezek nem kígyók, de hát annak nézik őket. Itt egy fiatal példány, tehát abszolút nem látszik rajta. Tehát amma lehet megtudni, hogyha azért valaki megszorongatja, úgyhogy leválik a farka, mint a többi gyíknek. Aztán a különböző kígyófélék, amitől szörnyen rettegnek, meg én vízisiklók, különösen ilyenkor ősszel mennek be a kamrákba, egyébek helyre telelni, telelő helyet lehet nekik készíteni a földbe. Vagy erdélysikló, hát konkrétan ez egy kuka alján, amit Keszthelyen óriás kígyónak néztek és kihívták rá a rendőröket. Megharapta a rendőrt, az bevitték a kórházba, aztán éjfélkor telefonáltak, hogy mentsük ki a rendőrt, mert probléma volt. Tehát hülyeség az határtalan sok helyen. A másik szörnyűség ugye a denevér, ami belekapaszkodik az emberek hajába, meg vércír, meg egyebek. Tehát ezek ilyen, ezek napi telefonok, amik jönnek Egerszeg városába például, hogy mentsük meg őket. Nem a denevért, hanem őket a denevértől. Gyakorlatilag a legtöbb éjszakai repülő rovart fogyasztó állatok. Tehát ez ezek nélkül, nem tudom, hogy mi lenne. Nagyon sok helyről kizárják őket, ugye sok templom tetőfelújítások és más egyebek, ahol nappaloznak, ugye a barlangok, a pincék, ahol éjszakáznak. Tehát nekik is épp elég bajuk van velük, és hát lehet nekik is készíteni a nappali helyet, ahol ott a csúszka megérkezett, ott a gyalogúton. És hogy nappal ebbe az udvarba vagy a kertünkbe legyenek, ugye ez más típus ordu, hogy beszállópályával, hogy nem tudnak lukonök közlekedni, és akkor mindjárt tudnak segíteni, maguk majd akkor jönnek. A sünökről sokan elfeledkeznek, lassan már csak egy kilapított sünöket lehet látni az úton szintén. Ugye a sünnek az a jó tulajdonsága, hogy lát valami veszélyt, összegömbölyödik, hát az autó az kicsit túl nagy neki. A másik nagy veszély, ami az utóbbi években jelentkezett, a csigaméreg. És a csigaméreg egy olyan méreg, aminek nincs ellenszere, macskák, kutyák megeszik, elpusztulnak, baromfi elpusztul. Erre egy állatorvos írt egy nagy cikket, egy szombati állatorvosunk ez jelentkezett. Ennek ellenére forgalomba lehet helyezni, és megy. Ugyan egy kisgyerek is főzheteti, mint cukrot a földről, azt annak is annyi. A sünök megvakulnak, elpusztulnak szintén a csigamérektől, mert megeszik. Hát aztán vannak még ilyen... Na, mi történt? Na, valami félünk? Igen. Hát az vannak ilyen látogatóink, mint a mókusok. Ez a lépcsőnkön készült, mert beköltözött a kertünkbe egy, és nem oldó valaki fészket épít, különösen télen. Ha lefújta az egyik fészkét a fal, akkor kiderült, hogy valahonnan paplant szerzett, és annak a belsét rakta ki. Igazából azért nem nagyon szeretjük, mert kifosztja a fészkeket, de egy haszna viszont van, hogy
sokszor vetettem diót, de nem sikerült, de a mókus elvetett, az kikelt érdekes van. Tehát erre, aki a raktározza, elássa a magokat, amiből sok van neki, aztán az viszont kikelt. És hát aztán vannak olyan állatok, amiket hát mi szeretnénk tartani. Hát, hogy mennyire szeretnénk, azt megint nem tudom, mert nem csak tehén nincs, már forgó baromfi sincse. Tehát egy kezemben meg tudom számolni, hogy abban 300 valány házban, hogy van a faluban, hányban van baromfi egyáltalán. Tehát már nem csak az, hogy ne bőgjön a tehén, ne röfögjön a disznó, ne ugasson a kutya sem, meg hát a kakas az főleg ne kukolkor reggel 5-kor, mert ez borzasztó. Tehát ez egy tragédia. Pedig a zöldséges kertünket a csigák körülbelül úgy tudjuk megmenteni, hogy körbe van véve tyúkollal. Tehát egy kerttel, tehát a gyümölcsösbe, a tyúkok, a baromfik szabadon vannak, mindenféle. Baromfi mindig volt, de van, mikor van, most is van kacsa és pulyka is. Volt, mikor gyöngytyúk, meg liba is volt. Tehát gyakorlatilag ők ott a fák alatt garázzálkodnak. És hát gyakorlatilag ők is rendet tartanak. És ahol ennyi ország van, ott nincsen csiga. Az alából jönnek fel a csigák, aztán körbeveszik, próbáljuk őket elintézni. Tehát nem csak a kacsa eszi meg, minden kacsa különben megeszi, a tyúkok is rászokhatnak, de a tyúkok viszont kapirgálnak, tehát főtárják a talajt, főszedik a csiga petéket, amiben nagy rakásba a földbe lerakják, és ezzel is tudnak segíteni. És hát ugye sokféle típus van, nyilván nem a hibrideket tartjuk, hanem azokat, amelyek különböző helyről össze lehet szedni, és hát vannak fajtatiszták is, meg kevésbé. Gyöngytyúk az gyakorlatilag rovartáplálékkal egész nyáron. Tehát az etetésük a jószágoknak ilyenkor 50%-os, amik kint vannak. Télen lesznek esetleg többet. Pulyka, a legjobb keltetőgép egy pulyka anya, hogyha jó, az 40 tyúk tojás kikelt egy üléssel, és az első héten leseszáll, egy hétig nem eszik, nem iszik, rajta van. Ennél jobb keltetőgép nem kell. És hát a kacsák, ami különbözőek szintén, és ők az zöldséges kertben ilyenkor már, amikor felszedtünk mindent, ami ehető, gyakorlatilag be vannak engedve, és ott rendezik. Tehát az elbújt, ilyenkor még jó idő van szerencsére, és ilyenkor a csigák mozognak, tehát össze tudják őket szedni. Vagy éppen hát, ha van akkor a feletünk, akkor lehet legeltetni. Tehát ennél jobb fűnyíró nem kell, mint a liba, meg jó házőrző. De hát aztán ugye már ne is menjünk bele, mint a mongolicák. Ez a képnek az érdekesség, az is szoktam berakni, mert ez egy ilyen hegyi birtok, ami el volt dzsungel esetben. Nem volt benne semmi, csak szeder, meg dzsungel, meg fa. És akkor megvette az egyik barátunk, aztán elkezdte írtogatni, azt feladta, mert 4 hektár volt, és körbe kerítette a villanypásztorra, aztán hozott bele mangalicákat. És ilyen pucértéletet csináltak belőle egy év alatt, tehát letaroltak mindent, és elrendezték. És hát különböző fűnyírók, de hát ez már egy másik történet. És hát a ingyen napszámosokra annyi a feladatunk, hogy biztosítjuk nekik az élőjét, a helyet, és hát hogyha eljön a tél és arra szükség van, akkor azért valamit segítünk nekik. Ragadozók elleni védelem, mert ugye az nyest, az fanapadlás van meg sok helyen. És hát a gyümölcsösben is mindig hagyunk valamit, tehát nincs, az ember ne hagyjon ott bármilyen gyümölcsöt kint a fán, vagy éppen direkt olyat, ami a madaraknak hagy, különböző bogyósokat. És hát a nagyon muszáj etetünk, de ez nem létkérdés, ugyanis a madarak nem haltak ki, amíg nem etett őket az ember. De hogyha olyan tél van esetleg, különösen hirtelen jön nagy hó, mert ugye már tél nincs, de azért mégis jön hirtelen nagy hó, akkor a madarak azért megszorulnak. Vagy ha olyan ónos eső van, hogy mindent beborít, lefagy, akkor ugye nincs elég táplálék, akkor jó, hogyha nekiállunk, és akkor legalább addig tartsuk, és ne hagyjuk abban, még ez a rossz idő tart, és akkor mégis meghálálják. Egy téli pinty színegék az etetőn. És hát ez a kiadvány még pár példányban itt van, hogyha valakit érdekel, meg hoztam más egyéb jószágokról is, meg madarakról ingyen elvihető kiadványokat, valamint van két könyvünk. Egy könyvünk, ez a Göcsi-sőrség hagyományos körtefajtája, ebben van 100 valány, most nem is tudom hány körtefajta leírása, valamint egy nemmi könyvünk, ide egy ilyen kertészeknek egy
gyümölcsésztől nevezető kis könyv, ha valakit érdekel. És valaki nyugodtan kérdése van, nyugodtan tegye fel. Szívesen válaszolok, vagy éppen valaki nem ért egyet, szívesen vitatkozok vele. Azt a műfecskefészket, az hol lehet? Zalába Almás házán lehet rendelni, az Almás háza kerámiába, interneten fönn vannak, vagy az MME honlapján, az MME boltba szintén. Ja, mert láttam, hogy az valami. Ez a két hely. Kerámia. Igen, igen, igen. De lehet készíteni saját kezüleg is, én amit csináltam 30 éve, még mindig megvan. Gipsz, meg homok, meg egy kis kötőanyag keveréke, fölrakva egy lapra. Nagyjából a... itt is van így a... hát attól függ, hogy hova ugye... eltartani. Hát ugye erre szól a Molnár fecskének egy 2 centi elég. Bent a Füsti fecskének valamivel több kell. És akkor... de Molnár fecskének sem kell az a zárt egylyukú, készre gyártott, mert azt nem szeretik. Tehát itt se olyat raktunk föl sormáson, mert azért az kemény, és leszedi a tollát, meg szereti, hogyha be tudja fejezni, hogy tud bele dolgozni. Tehát annak is, a Molnár fecskének is igazából nyitottat a füsti típusú fecsket rakjuk föl. Aztán majd dolgoznak rajta. A főragot, ilyen fészkefészkeket segítik a fészkeseknek, így teszünk bele olyan értelemben kárt, hogy elfelejtenek fészkefészket építeni a fészkét. Nem felejtett. Tehát igen, magam igényli, hogy csinálja. Igényli, hogy csinálja. Szereti, hogyha már van egy kezdemény. Igazából azért ilyen fél fészket szoktunk gyártatni mi, hogy az legyen és csinálja. Nem, azt nem tudja, az benne van a gérekben. Igen, mert ugye van Amerikában, nem tudom, melyik fecske fel még, ez ugye nagyon előszeretettel csináltam még ezeket a fecskeket. Igen, az más. Elvileg már más benne is. Az odulakó fecske, az igazából nem is ilyen az ilyen odulakó, igen, igen, az egy más. Ott nagyon sok kertes alapvetek ilyen, igen. És ott már leírták több. Meg nem is szereti a teljes fészket. Ugye nálunk is van a madár, amelyik elvesztette a fészket, és ugye például a remek azok a szövőpintyeknek alapvonali. Igen, igen, igen. Kint nem. Komplett fészkeket raktak. Igen, hát járfákon mindenhol ott volt, most abszolút nincs már. Be az oduba bement, tehát amit tudtam ott is, hogy benne az oduba még megrakja a teljes gömbfészket, nem nyitottad, de egyszerre nem hajlandó kint. Én ezért kérdeztem, hogy egy másfajta fajta fecskéje nem okoz egy ilyen problémát. Hát ez a dolog, hogy a gólyák nem hajlandók fára fészkelni. Tehát a gólyák, ugye nem volt se ház, se kémi, semmi. Ugye nagy fákon fészkeltek, hát fenék húztán, még a múlt század 30-as éveikben megvan a leírás a múzeumban. A Bajorságban voltak ilyen hatalmas nagy nyárfák, 16 fészek volt ott. Ott valami 5 fészek volt. Hát persze kivágták, aztán ahogy ezek a nagy fák eltűntek a víz és élőhelyek szélére, mentek be a kéményekre, kútágasra, szalmakazal. Ma azt hiszem Magyarországon már egy darab fán sincs. Egy darab fán sincs. Még a 70-es, 80-as években még akadtak fánk fészkek, megszűnt teljesen. Gyakorlatilag a kémények szintén 90-valány százalékban csak villanyos volt. Hát persze az tűnik fának számára. Kinézzük, hogy na ez biztos jó lesz, és nem. A Söjtörön, a fő utcán ott van, sok probléma volt ott az egyik lakó miatt, és akkor az utca, a kertek háza mögött a rétszélén, külön oszlop neki, külön tartó, és ott van a vizesen, és nem hajlandó. És nem kellett neki a rétbe a fészek, pedig hát ott van minden könnyű is, és nem volt hajlandó. Sehogy sem. Van egy-két ilyen énekes dolog. Hello, sziasztok! Melyik madárom azt adta fel? Hát a fecskénél... ez attól függ, tehát hogyha van a környékben fecske, akkor könnyebben. Hogyha környékben sincsen, meg nem tetszik neki, akkor lehet, hogy nem. Tehát ez az állomány nagyságától függ, hogyha az állomány azért valahogy próbál terjeszkedni, növekszik az állomány, akkor könnyebben. Ha összemenőben van, akkor biztos, hogy nem. Hát
Én amit látok az, hogy pöttyözgetnek, amikor kezdeni építeni a fészket, de ezek az új típusú vakolóanyagok, ez annyira nem tapasztalnak hát neki, az... és nem tudnak kapaszkodni. Hát ezért kérdeztem rá az, hogyha egy kezdeményt, ha felrak az ember, akkor arra akkor, ha már ott van, látszik, hogy kezdi valóban próbál rakni, és van oda rakva, akkor oda van téve, akkor bár sokkal jobb az eredmény. Például nálunk is most a lányok építkeznek, és az egyik helyen, egyik háznál bent voltak a kamrába, ott költenek, és akkor megjelent egy pár itt az eresz alatt füstifecske, de az eresz alatt itt ilyen nagyobb a tornác, és ott fölraktunk egy fészket, már rakták is meg. Egyből már pótolták, aztán rakták itt. Lehet kísérletezni. Hát ott is ott a rozsdafarkú fészek volt, ott jól látunk. Tehát azok is szeretik, hogyha van kirakva valami, nálunk is van kirakva 4-5 rozsdafarkúnak fészek, mindig csak az egyikbe menők, a másik az van. Nálam mondjuk az volt, hogy megraktak a fecskék, saját maguk a fecskefészket költött is benne, igaz, hogy a második költési időszakban, aztán télen meg a verebek szétverték abszolút a fészket. Hát azok szeretnek belemenni, sőt hát olyan is előfordul, hogy harkály kifosztja a fecskefészket. Szétveri, kiszedi a fiókát, vagy a tojást. Ritkán, de előfordul. Nálunk olyan érdekes volt, tehát nem tudom, hogy ez mennyire jellemző a fecskékre, Kőszegen a Királyból fogadó. Vagy szélcsend van, erős szél fúj, és akkor egy ilyen bőrészen szélcsend van, akkor ott mennek. Hát Sümegcsein voltunk, elég rossz idő volt egy nyár végén, most Szemlénés a sportpálya fölött. Nyüzsgött a sok fecske. Vagy van Szent Iván fel egy útszakasz, van is előtte mindig fecske, így ilyen nyár vége fele, akkor ilyen hűvös, szeles idő van. Déli oldal, odasít a nap, az aszfalt még melegít, és a rovarok oda jönnek, és akkor oda azt a fecske. Sok jelenségből lehet következtetni, hogy mi történik ott összemben. Ezeket itt adja már mind, úgyhogy akár egész napra, vagy legközelebb is, hogyha van. Köszönjük szépen. Nyáron az egyik ismerősem arról panaszkodott, hogy a elültetett paradicsompalánták nem lett belőle semmi sem, már valami árakta. Mik bántják az? Hát a földbe a kockok dolgoznak elsősorban. Aha. Náluk is volt olyan év, hogy semmi nem maradt meg, én sárgarépát már csak hordóban termelek. Tehát a nagy hordók, mint ott vannak, annyit lehet szerezni az ember, amit akar. Kiveri a fenekét, vagy ketté vágja, és akkor megtölti a talajjal, és akkor abban termelünk répát, mert a pockok mindent lesznek, ami van a száraz időszakban. De aztán vannak különböző más egyéb ilyen lótető is lehet, vagy valami pajor, ami megeszi a gyökerét, de hát ezt így nehéz. Akkor jó, ha a tyúkok kim vannak a kertben. Mert nálam a tyúkok kim vannak egész évben a kertben, szóval csak ilyenkor, amikor vetemények vannak, akkor zárom ki őket a kertből. Mondtam neki, összeszednek a tyúkok, összeszednek minden bogarat, minden szemetet, aztán akkor ki van takarítva a kert. Másik az, hogy zöldséges kertben nem szabad tisztautrágyat bevinni, mert abban sok mindent beviszik. A frisset, igen. Csak több éves komposztot. Tehát marhatrágyát is úgy viszek, vagy 4-5 éves komposzt az már, abban már semmi sincs, csak valamint a homoszhomok. Csak azt, vagy valami egyéb ásványanyagot. Tehát ilyen dolgokat nem. Meg vannak ilyen különböző készítmények, ilyen gomba készítmények, amik föltárják a talajba lévő dolgokat. De az valóban, hogy nincsen másztalan csiga. Azóta egy-kettőt lehetett látni, aztán másnap még már is tűntek a másztalan csigák, úgyhogy nem lehet látni. Igen. Kártemben. Hát ha még esetleg van pár darabasztó este, eső után vagy nedves időszakban összeszedni. Reggel ki vannak engedve a tyúkok, végigfutják a kertet, összeszednek mindent, azt utána állnak neki a buzának enni. Igen. Máskülönben, addig neki se állnak. Hát ilyen búzának már nem mindegy. Hát köszönjük szépen a előadást.
a súly középre. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kicsit kiraktam ide a padokat a napra, mégis kellemesebb itt az őszi napsütésben, mint ott az árnyékon. Első kereszt kérdésem így mindjárt itt az egybe gyűltekhez, hogy ki szokott tévét nézni, újságot olvasni, hogy média terméket fogyasztani. Tartsa fel a kezét. Aki szokott. Valamit. Híreket vagy mit? Bármit, amit ember mostanában adja. Rájöttem valamire, belebengészve, mert hogy eddig mindig, amikor előadást hívtak oszkóba tartani, akkor mindig azt mondtam, hogy na, jó híreket kell mondani. Aztán rájöttem, hogy az emberek egyre jobban arra igényelnek, hogy fú, valami véres, robbanjon, izébe, tehát hatás vadász tanulmányokat folytatva azt vettem észre, hogy menni nagyobb izékt közlünk a néppel, hogy baj van, annál jobban fogékonyabbak az emberek, úgyhogy próbáltam mai napomat is úgy felépíteni, hogy emberek, baj van! Mert hogy erre vevők az emberek állítólag, és lehet, hogy most éppen egy gombamérgezés miatt jobban nagy híre lesz az oszkói hegypásztor körnek, mint az, hogy én gyümölcsös előadást tartok. Majd meglátjuk. Nem volt vicces. Mondták, hogy ezzel. De a lényeg az, hogy megfigyelve az embereket, egyre jobban elkezdenek gondolkodni, hogy föl kellene törni a földet, növényeket kellene ültetni, újra vissza kellene térni a régi kerékvágásba, hogy magam termelem meg. Most aztán ne firtassuk, hogy ez most mi okból, hogy most a háború, a bevásárlóközpontoknak a különböző marketingfogásai miatt, vagy esetleg abból, hogy sokan rákkeltő anyag az élelmiszerekbe, és ha sajátot eszek, akkor az esetleg egészségesebb. De hogy egymeregben megmozdult az, és hát a hegypásztor körnek a vezetői is azt gondolták, hogy hát azért kéne egy kis gyümölcsészetről beszélgetnünk, mert hogy felmerült az igény, ezek szerint most ilyen szűk körbe, hogy kellene gazdálkodni, és hogy mik az őszi munkák a kárbe. Na de, mint mondtam, hogy katasztrófa turizmus lesz a mai napon, óriási bajok vannak a kertekben, hogy elkezdik feltarni a kerteket, itt Darázsi Zsoltot is hallottam, megerősítette a gondolataimat. Mert hogy tudom, nem az itt ülők, a szomszéd csinálja ezt, elkezdték kiirtani egyrészt a növényeket, aztán átnéztek a szomszédba, fú, nyírja a füvet fűnyíróval, akkor toljuk le fűnyíróval. Oké, de a fűnyíró oldalkidobós volt, az ráment a fűre, az kipálott alatta, akkor gyűjtőkosaras fűnyíró kell, az gyűjtsük komposztáló ládába, de a komposztáló ládával is csak a gond van. A faleveleket is csak söprögessük össze, mert patika tisztaságnak kell lenni ugye a fa alatt. De gyakorlatilag ezzel szépen így a komposztládával együtt szépen kiraktunk minden bioanyagot a kertünkből. Majd jött a következő katasztrófa. Fú, még ez a fű még mindig nem száll egyenes. Hú, vannak benne ilyen kis kereklevelőek. Hozzuk a gyomírtót és totálisan nyomjuk le az egészet. Kétszük a gyomírtóval, na most kialakultak a pázsitok, egyfajta monokultúrák a kertekbe. Sajnos ez a monokultúra, mint az előadásokból is hallatszott, gyakorlatilag azt értük el, hogy egy holt talajunk van, és hozzáteszem azt, amit nagyapáink az istállós gazdálkodásban csináltak. Ez a fa is ellefültetem, még nagyon-nagyon 50 évvel ezelőtt. Ugye a gyökér rétegekben anno az öregeknek, közben-közben egy vasvillányi trágya azért jutott a föl a fának a tövébe. Ez nem történik meg. Na most kérdem én, hogyha én beteszek mindenkinek egy ilyen tálat, ami különböző élelmiszerekkel tele van az asztalára, beleteszek somlói galuskát, narancsot, banánt, tehát mindenféle élelmiszert, az ember elkezd belőle eszegetni, de a tálban nem pótolom a kaját, akkor gyakorlatilag ez ki fog örülni. Na most ugyanez a fáknak a tövének lévő csúrdalék része. A faleveleket kihúzom, a füvet lenyírom gyűjtőkosárba, elviszem, tehát onnan is csak viszem a tápanyagot. Pótolni nem pótolom, tehát azt a tápanyag mennyiséget, ami a talajba a gyökerek között létezik, azt szépen így elhordtuk a kártyainkből.
sajnos ezek a rossz hírek van, de mivel hogy nem ezért hívtak, hogy csak rossz híreket mondjak, az őszi munkálatok itt kezdődnek, hogy ezeket a tápanyagokat vissza kéne pótolni. De mivel? Mert hogy egyik alternatíva az, amit bemegyünk a különböző gazdaboltokba, és veszünk műtrágyát és alá szórjuk, csak a műtrágyáknak a legnagyobb problémája az, hogy hát mikro és makro elemekben az, amit a gyárba beleraknak, aztán ennyi, de igazából a talajoknak a betegségét, meg az élő környezetét nem növelik, tehát jó lenne a szerves trágya, jó lenne a komposzt, de nincs. Tehát el kell kezdeni gondolkodni abban, hogy hát, ha még találok szarvasmarha telepet, divatos a lótartás, egy lóistállót, esetleg istállót trágyát honnan tudok visszajutatni a kertbe, mert igen, a szerves trágyának van egy nagyon jó tulajdonsága amellett, hogy tápanyagokat pótol vissza a talajainkba, hogy javítja is a talajnak a szerkezetét, illetve annak az élettani hatását, tehát gyógyít. Úgyhogy igen, az egyik munkafolyamat nem csak a kiskertjeinkben, hanem a gyümölcsfák tövében is szerves trágyát kellene bejuttatni. Aztán Vasmegyei sajátosság, hogy nagyon savanyúak a talajaink. Na most, hogyha nézek egy diót, nézek egy barackot, nézek egy cseresznyét, medgyet, az emberek kimennek a kertjükbe, és azt látják, hogy mézgásodik a medgyfámnak, meg a cseresznyefámnak, na vajon mi baja lehet, milyen növényvédőszert fújjak rá, hogy ne legyen olyan. Abba bele se gondol szegény fának, a méz tartalom, a karcium tartalom elfogyott a talajból, mert ahogy kezdtem az elején a katasztrófa turizmust, a süteményes tárról elkezdtük elhasználni azt, megenni, ami rajta volt, és nem pótolódott semmi. Tehát egy meszes bevitel azért nem ártana pluszba még a talajba, ami szintén a tél folyamán vissza tud mosódni a talajba. Tehát ezek az elsődleges munkák, hogy tápanyag visszapótlásáról kell gondoskodnunk a kertünkbe. Aztán, amit még itt leírtam, hogy gyakorlatilag sokan kérdezik tőlem a növényvédelmet, meg a lemosló permetezésének az időpontját. Na most onnantól, hogy lehullott a falevél, még ki nem rügyezett, mindig található 8 Celsius fok 3 órán keresztül. Most aki gyakorlatilag azt mondom, hogy november, december, január, februárban ebben 4 hónapban nem talál 2 ilyen napot, akkor a lemosló permetezést nem végezte el. A következő munkafolyamat, amire szintén azt mondom, hogy felhívnám az emberek figyelmét, hogyha most felveszünk, mert ugye elhangzott az, hogy baromfiakat, meg állattartás volt a nagyapáink idejében, amikor ugye feletették a különböző gyümölcsöt, a másik fajtából azt beletették a ceflés hordóba, a harmadikból lekvárt főztek, tehát nem a maradt hullott gyümölcs a fa alatt. Ha most felvennék itt egy fekete hívű dióta ez alól a diófa alatt, valószínűleg találnék ennek is fehér kukacskákat. Tehát itt a héja alatt gyakorlatilag a kukackák megtalálhatók. Ha ott hagyom a különböző hullat beteg terméseket a fa alatt, nem gyűjtöm el, nem komposztálom le, gyakorlatilag ezzel is a betegségnek a visszakeringítetését eszközlöm a fának. Tehát a hullott gyümölcsöt azért szedjük fel, próbáljuk hasznosítani, meg eleve érjük el azt, hogy minél több olyan gyümölcsünk legyen, hiszen pályafutásom kezdetén még azt mondtam, hogy 3 permetezés minimum kell egy átlag kertbe, de akkor még mindenhol voltak gyümölcsfák, mivel hogy a szomszéd nem permetez, onnan visszajön a fertőzés a dologba. És gyakorlatilag azáltal, hogy mindenhol fű meg fűja lett, kimentek a gyümölcsfák, akiknél maradt, jelenleg a lemosó permetezés elég arra, hogy gyakorlatilag hibátlan minőségű gyümölcsök teremjenek. És hozzáteszem azt, hogy sokan megrémülnek a birsalmát, főleg látva meg az almát, amikor ilyen kis pöttyösödések vannak az almán, hogy úristen, úristen, mi van a fámmal, a kalciummal meg lenne permetezve, vagy a mészbepótlás megtörténne, akkor gyakorlatilag eznek mind a hátulütője megmarad, vagy eltűnne a gyümölcsösünkből, mert hát nem lenne, mi visszafertőzne. Tehát eleve akkor el kártevőket, kórokozókat, ha meg sem engedem telepedni, vagy áttelelni, azzal már sok mindent megelőzök. Aztán
Aztán, hogy még egy kicsit szépítsünk a kertünkön is. Gyakorlatilag az, hogy most a mi haszonkert és díszkert között mennyivel vannak eltérések. Nagyon szeretik főleg a hölgyek, hogy azért ne csak fák, fű legyenek a kertekben, hanem hála Istennek terjednek a különböző virágos növények is. Ami mint itt a Deres Zsoltnak az előadásán hangzott, ugye méhnek, meg a beporzóknak is hasznos. És a hagymások, tulipánok, narciszoknak a hagymáinak az ültetése mostani időszakra esik. Ezekről se feledkezzünk meg. A következő, amit ide följegyzeteltem szintén magamnak, azt, hogy jön a tél, rengeteg kertbe valamilyen úton módon kijuttattuk a vizet, mert hogy aszályos nyarunk volt öntözőrendszerbe, kerti csapba, stb. Ezeket ne felejtsük el fagytalanítani. A kerti hordóinkat leengedni, felfordítani, hiszen azért fagyok még mindig vannak, bár egyre kevesebb és egyre ritka, de az, hogy ezekbe a pangóvizekbe a fagy, hogyha beleköltözik, akkor az szétnyomja a csaprendszerünket. Főleg akinek esetleg olyan terke kertje van, ami nem a házhoz csatlakozik, hanem valami, ahol máshol műveli. Nagyon kellemetlen tud lenni, amikor az hegyszomszéd jön, hogy úszik a kerted, mert hogy elfagyott a csapod, és ugye több köbméter víz elment. Tehát ezekről se feledkezünk meg, és ezeknek a szigeteléséről. Úgyhogy az ősszel ezek vannak, illetve vannak a faültetések és a telepítések, a gyümölcsvágban. Én most már jobban a felmelegedésnek és a szárazságnak köszönhetőleg jobban javaslom az őszi ültetést. Egyrészt a téli csapadékoknak a mennyisége bővebb, és nyáron kevesebbet kell öntözni. A másik dolog az, hogy a tavaszi ültetésre rájövő aszály miatt elég kisebb az eredés. Na most sokan kérdezik tőlem, hogy milyen fajtákat és miket ültessenek, mert hogy gyakorlatilag, amit mondjuk 10 évvel ezelőtt javasoltuk, hogy régi magyar fajták, azok egyre jobban nem válnak be. Mert hogy az égövünk most is érezhető, meg majd még a tél folyamán nagyon sokszor, egy ilyen fél mediterrán időre felmelegedett, tehát gyakorlatilag a mediterrán jellegű gyümölcsfák elkezdtek jobban teremni nálunk, és azok a fajták, amik még régen őshonosak voltak nálunk, azok meg valami oknál fogva ugye elkezdenek kipusztulni, mert azok a mediterrán kártevők, amik felvonulnak, elkezdik károsítani. Tehát például én már a szilvafélékben besztercei fajtát abszolút nem javaslom, viszont a szerb csacsaszka fajtákat, amik ugye délebről származnak, azokat javaslom az ültetésben, mert hogy változott annyit a klímánk, vagy pedig egy korai cseresznyét nem javaslok, mert egy februári korai felmelegésre kirügyezik, virágzik majd, ugye márciusban jönnek a fagyok, elfagy a virág, gyakorlatilag nincs rajta termés, tehát a középérési, késői érési cseresznyéket javaslom telepítésre pont azért, hogy legyen elég termésünk, és legyen mit szüretelnünk, mert hát így változnak a klímában. Érdekes módon egyre több helyről hallom azt, hogy hát füge termés rekord minőségű lett. Jaj, kivitültettem, megmaradt és terem. Igen, ez is mind azt hozta magával, hogy ja, mondok még egy dísznövényes példát, kiültettem a leendert, amit régen a garázsban mentegettünk, és megmaradt. Változott a klímánk, sajnos ehhez alkalmazkodnunk kell. Kérdezik tőlem, hogy a Kőszegi-hegységben, ugye velem környékén a szelíd gesztenyések miért pusztulnak ki, és miért van az, hogy az olasz gesztenyét ekkorát lehet kapni a boltokba. Hát közlöm itt is az, hogy a mi környékünkön lévő gesztenyék a globális felmelegedés következtében ugye gombabetegségek feljöttek, és ezáltal ez az itthonosok már nem nagyon maradnak meg, azokat sajnos el kell telepítenünk Szlovákia fele, hogy ott teremjenek, és nekünk meg kell barátkoznunk ezekkel a most jelenleg még a boltok polcain Intersper Tesco-ba kapható olasz gesztenyét el kell ültetni, és magunknak meg kell nevelni az új fát. Mert ezek már ismerik ezeket a betegségeket, ellenállóbbak lehetnek esetleg, de itt is az van, hogy 10 gesztenyéből talán egy, ha megmarad, mert hogy szelektálni kell, magunknak kell telepíteni. Bejönnek újra azok a régi rendszerek, amit nagyapáink nagyon ügyesen csináltak, hogy a környékben, ahol termett a fa, arról maguk oltottak, mert hogy az a boltba vett fa, az a szelekció, az sajnos nem mindig válik be a klímaváltozásnak köszönhetőleg.
ez is egy rossz hír, de ugyanakkor meg, ha körülnézünk környezetünkbe, ahogy Zsolt is mondta, rengeteg olyan erdősült rész van, ahol gyümölcsfák teremnek, bőven teremnek permetezés nélkül, teremnek klímaváltozás ellenére teremnek. Igen, 5-6 év alatt kell nevelnünk saját magunknak gyümölcsfákat ahhoz, hogy termett gyümölcsfáink legyenek, mert a klímaváltozás adott. Tehát ezzel is kell. Felhívnám a figyelmet, ha valaki veteményes tervez paradicsom, paprika ültetést, uborka ültetést, hogy megjelentek a magbőrzék. A magbőrzéken jelenleg megint csak olyan magokat lehet kérni, cserélni, venni, amik szintén szelektáltak. És ne kezdjünk el megtanulni újra szelektálni, tehát az a legszebb uborka, ami megterem a kertbe, az ne menjen bele a leveses fazékba, mert hogy abból magot szedjünk, és abból vessünk jövőre, azért, hogy legyen olyan vetőanyagunk, vetőmagunk, ami ellenáll arra a környezeti viszontagságokra, amik sajnos kialakultak nálunk. Tehát nagyon fontosnak tartom itt az őszi készületekben, hogy menjünk el magbőrzére, vásároljunk be olyan magokat, amik gyakorlatilag már a mi klímánkra aklimatizálódtak. Tehát itt ezekkel a felvezetővel inkább átmennék egy beszélgetéses dologba, hogy kérdezzetek, hogy titeket mi foglalkoztat a kertetekbe, vagy mi az, amivel tapasztalatok, amire esetleg kérdés lenne, mert nagyon szívesen kertészként válaszolok, mert napi szintemben vagyok a kertekbe. Nagyon sok kérdés van a tulajdonosok, nagyon sok mindent látok, de lehet, hogy nem gondoltam is. Éppen bennetek megmozog ez a kérdés, hogy na, mit lehetne csinálni, hogyan lehetne csinálni, mit rontottam el, vagy esetleg, igen. A mézpótlásról lenne kérdésem, hogy ezt hogyan érdemes csinálni, tehát hogy egyrészt milyen gyakorisága, meg mennyi, most új ültetési gyümölcsfáink vannak, meg van egy öreg szilvapánk, ami meg volt a telken. Jó, akkor különveszem az új ültetés, mutatom törzsvastagságot. Most nagyapáinkat, és azért kezdem a végével, ugye az öreg szilvafa, vették a fáradtságot, meg a meszes oldalat, és körbe meszelték a törzset. Ez gyakorlatilag több élettani hatást is most már bizonyítanak, hogy ez miért volt, és hogy ez miért jó az, hogy például ugye a hangyák sem annyira szeretnek ezen felmászni, azon kívül, hogy ez a mézgásodást is csökkenti. Aztán nem tudom, sok helyen lehet látni ilyen sárga foltokat, ilyen kis zuzmókat a fa törzsét, azt is elég jól megakadályozza pont a kalcium, és ahogy ez pereg. Ez gyakorlatilag egy lassú bomlással gyakorlatilag visszapontolja a talaj. Aztán gyakorló házi asszonyként nem megyünk a tűzépre, megmondjuk, hogy mézhidrátot ide, ami por alakú mézpor. Azt úgy, mint amikor meglisztezzük a deszkát, így elhintjük, és ez be fogja mosni az eső. Úgyhogy ezt lehet, mert nagyon, nagyon savanyú a talaj, és ez is egy mézvisszapótlás. Ezt egy éve megcsináljuk kétszer, hogy így meglisztezzük a fának a tövét. Nem kell vastagabban, nem kell, hogy lisztbe álljon az egész, hogy hívják, de tényleg így a mézporral meghintjük. A távolságot gyakorlatilag a korona határozza meg, hogy ugye a csurgónak, amit befoglal, addig van a gyökérzet. Tehát most ha rámutatok erre, hogy diófára, amekkora a lombozata, ezt ugyanazt képzeljük el a föld alatt is. Tehát ugyanakkor a gyökérzettel rendelkezik a föld alatt is, ott tudja felvenni, nem lesz ettől nagyobb, nem is lesz kisebb. Tehát az, hogy a fotózsőhez éppen szórogatok, az kevés. És a visszatérve a cemzavastak gyümölcsfáknak, ugyanezt a lisztezést tudjuk megcsinálni egy ilyen 10-20 centis sávba, hogy gyakorlatilag így két oldalról végig szórjuk az ültetvényt, és bepótoljuk a tápanyagba, ami emezhet a fű gyümölcseinknek. Mert kell, mert savanyú, nem véletlen mi vagyunk a rododendron hazája, mert a rododendron viszont mészérzékel. Köszönöm. Nincs mit. Baraszmagot, ha elültetem, akkor abból ki kell valami? Mindenképpen ki kell, és mindenképpen terem. De hogyan kell elültetni? Hogyan kell elültetni? Én megmondom az őszintét, hogy amikor eszem a barackot, amit innen-onnan kap az ember, csak eldobom a barackmagot, és ami ki akar kelni, az ki kell. Tehát ami olyan, hogy nem ellenálló fajta, az gyakorlatilag ezzel az eldobással meg ki is szelektáltam. Most, hogyha van olyan, hogy kaptam egy kosárnyi barackot, azt megfőztem, lekvárdok, és ott a barackmagon húzok egy barázdát, olyan mélységre kell elültetni, hogy gyakorlatilag a barackmagunknak a méretéhez
hasonló méretű földrétek kerüljön rá. Tehát mindig az van a magvaknak az elvetése, amekkora mag, ugyanakkor a réteg méretű föld kerüljön rá. Tehát kisméretű magnál kisebb földréteg. Tehát a mag mérete átmérője határozza meg a rákerülő földréteget. És gyakorlatilag húzok egy barázdát, és szépen belerakom a barackszemeket, vagy a barackmagokat. Na most a barackmagnál most az fog kikelni, ami ki akar kelni. Most a termésben viszont nem tudom azt mondani, hogy gyakorlatilag pont ugyanolyan fajta lesz, mint amit szétszedtem. Előfordulhat, hogy ugyanolyan lesz, lehet, hogy kisebb lesz, mert visszaüt az ősökre. Ugye a dédapai ágig is akár visszaüthet genetikailag a baracknál. Ez meg ott történik, hogy amelyik szimpatikus után azt olcsam át. Ugyanaz fog kiteremni belőle, amit meg is ettem? Nem, általában kisebb. Kisebb lesz belőle? Általában kisebb lesz. Akkor kell oltani, beoltani valamit? Hát, hogyha én ugyanolyan takarok, mint amit kaptam, akkor inkább onnan kell oltóvasszat, és a baracknál én lehet, hogy lassabb a növésű, de itt, ami nálunk tuhonos, ez a ringló vagy fosóka szilvára oltanám rá, mert az viszont bírja ezt a savanyú talajt. Tehát az a legnagyobb baj a faiskolai árudákban kapható barackfákkal, hogy az Alföldön 2 év alatt megnevelnek homoktalajon, hozzáteszem, barackfákat. Na most ott könnyű, hogy elülteti a mirabolánnak a magját, 1 év alatt nevel belőle egy alanyt, az beszemzi, és következő éven koronás faként kirakja a faiskolai járodába. Ez jelen körülmények között Vas megyei szinte 3-4 év alatt, mire egy koronás fát megneveltem. Jó, hogy ez például én, amit leoltottam Sárbörtke a barackot, az most 83 éves bükön. Tehát azért, amikor nekem azt mondja valaki, hogy Vas megyében 5-6 évig megvan a barackfa, itt van a turpisek benne, hogy régen a nagyapáink meszesgödörre ültették rá, mert ugye itt is, hogyha megnézzük, a régen a házfalakat meszelték folyamatosan, tehát minden háztartásban volt egy meszesgödör, ami egyszer csak azt mondta, hogy na megadom magamat, akkor már ugye eléggé ki volt szivódva a mész a különböző falba. Arra ráültetve ez a gyakorlatilag fosóka szilva, vagy mirabolán szilvának az alanya, az beoltva tényleg 83-84 évig el tud lenni a hogyhívek. Hozzáteszem, hogy az előző kérdésben feltett meszeléssel még tovább tudom az élettartamát növelni a barackoknak, mivel, és mindjárt indoklom, ugye nem csak a törzsnek a szilárdságához megy hozzá a kalciumfelvétel, hanem az a csonthéjas erős magnak a képzéséhez is kell a kalcium. És annélkül nincsen barackunk, vagy nincs neki magja. Hiszen a beporzás révén ugye a reprodukcióhoz kell ez az egész lenni. Nem az a lényeg, hogy husa legyen, hogy elvigye valami madárállat akármi, hanem hogy tovább szaporítsam saját magamat. Tehát a logika az itt kezdődik az evolúcióban, hogy tovább akarok élni, tovább akarom magamat éltetni. Na most kísérletképpen ütettem el barackmagot, de úgy, hogy kivettem be a csonthéjából, akkor abból nem lesz semmi sem. Hát nem volt érdemes. Ő magát ő ki fogja nyitni, aha, meg addig, amíg nem fog csirázni gyakorlatilag a gombáktól, pont az a zárt csonthéj az védi. Mert ugye van egy folyamat, hogy először elkezd egy gyökeret lefele növeszteni, aztán ugye szétnyílik, és utána elkezdi tovább lökni, hogy hívják ott. Tehát nem érdemes neki annyira segíteni, hogy na most akkor megroppantom, megtöröm. Barack önállóan ezt meg fogja csinálni egy év alatt. Az más kérdés, hogy az így nevelt fa, az körülbelül a 3-4 évesen fog majd elkezdeni teremni. Hogy aztán az milyen lesz, mondom, hogy itt a genetikai változékonyság az nagyon sokféle lehet, amilyen ősökkel ugye a beporzás során találkozott ez a mag. Ja, jó, köszönöm. Medgyet is fosókára? Nem, a medgy az sajmedgyre, mert ugye a medgy meg a cseresznye az unokatestvérek. A szilva, a sárga barácka, a ringló szilva vagy fosóka, ezek megint unokatestvérek, az alma, körte, bírs, azok megint egy unokatestvérek. Erdőre menjek-e keresni, hogy hogyan lehet sajmegyet? Hát az legtöbb esetben, hogyha van egy ilyen öregebb kert, mint ez, akkor ott felsarjad maga körül a megyfa körül is. Hozzáteszem azt, hogy vannak olyan gyümölcsfajták, például a régi szilvafajták, régi megyfafajták, amik nem voltak oltva, hanem gyökérazonosak voltak. Ezt mindig szoktam nézni, amikor megyek egy régi fásba, hogy az ott van egy vastagodás az oltásnak, vagy szemzésnek a helye, vagy tényleg szál egyenes, és az valószínűleg egy szomszédtól kapott sarj volt valamikor.
és annak mindig vannak ilyen kis sarjai, azok általában a termésben is ugyanezt hozzák. Hát ez biztos, hogy oltod volt, mert az a szüleimnek van egy nagyon-nagyon jó megfajtájuk, hogy szeretnék tovább vinni, és azt még kívülis nagybácsi oltotta, és állítólag szilvára, de nem tudjuk, hogy az is hát arról lenne jó, mert azt találtuk is, aki megcsinálna az oltást, csak valamit kéne szülni. Az a szilvára biztos, hogy nem, de nem kompatibilis. Ilyen inkább ez a anekdóta lesz. De valószínűleg ez valami megyfára oltotta rá, úgyhogy azt inkább azt kellene keresni. És mondom, ezt lehet találni, talán még itt Oszkói hegyben is. Tehát amit kérdezik az ember, valószínűleg fog feljönni. Meg a másik, ami szintén az oltással kapcsolódik, hogy februárban meg kell szedni mindenképpen az oltóbályokat. Tehát az a baj, hogy annyira eltolódott az éghajlat az időjárásnak a miensége, hogy gyakorlatilag a felmelegedésben ez a gyümölcsoltókor szeret veszők, ezek már annyira meg vannak indulva lébe, hogy nem lesz kompatibilis az oltás. Mindenképpen februárban meg kell szedni, hogy még alvóban legyen a vesző. A trágya kérdés, ez nehéz, ha bárki tud tippet adni, hogy egyébként ki ez érdemes elvenni, de és ezek a zsákosabb marhatrágyák. A zsákos marhatrágya is tök jó, csak drága, ára van. Drága, igen. Tehát én ahány ilyen állattartó telepre bementem, ott 90%-ban azt mondták, hogy vidd, a szállítást, a pakolást meg tudod oldani, vidd. Én azt mondták valamit, hogy így bekopogtatok hozzájuk, hogy lehet, mert már próbáltam telefonos számot, hogy mondom, hogy kit lehetne felírni, hogy megkérdezni. Hát egyébként az, a kopogtatásos módszer is az ügyberes kérdés. És tudom, hogy a telepen egy utánfutóval vagy egy autóval, benne két-három ládával, azt megkérdezni, nem lehet a kalapátolni. Mert nekik tudom, hogy egy trágyakezelési problémáik, tehát ők marhányanak. Az a baj, hogy vissza a katasztrófa turizmusra, hogy olyan EU-s szabályokat hoztak be az állattartó telepekre. Tudom, mert Balogonyomban, ahol én születtem, ott is van egy ilyen gyógyterápiás lovarda, és itt fogta a fejét a lovász, aki még eredetileg ezt alapította, hogy hát ennyi lovam van, EU-s előírás szerint ki kell betonoznom egy betonteknő a trágya alá, ami ezeknek...
működtek, olyan ökorendszerben rengeteg kis, alacsony, egyméteres tóval, 2000 méterrel a tengerszint felett, hogy ebben a rendszerben ő képes arra, hogy 8 féle cseresznyét 2000 méter magasan termesszen. És hát, hogy hogyan, ő úgy, hogy figyelte a természetet, és létrehozott egy olyan ökorendszert, ahol különféle hőcsapdákat hozott létre azoknak a növényeknek, amelyeknek nagyobb hőre van szüksége. Ezek a hőcsapdáknál felhasználta a tavakat, mint fény és energia visszaverő forrást, és a tégla, a hatalmas nagy sziklafalakat. A sziklafalakra, déli sziklafal elé odarakta a tavat, a tóra vetülő fénysugár fölmelegítette a sziklafalat, plusz még a nap fölmelegítette a sziklafalat, az előtte levő részre, földes részre pedig a cseresznyefákat ültette. Egy kvázi szubtrópusi ilyen kis klímát hozott létre, egy nagyon pici, pár négyzetméteres területen, és a cseresznyefái a nagy hidegben nem fagytak el, és amikor jött a tavasz, jött a nyár, ezekkel ő szép terméseket is hozott. Arra is ügyelt, hogy például Oroszországból hozott gabonát, és az Oroszországból hozott 1-2 kiló nagyon jó ősgabonát, ő mindenütt ezt elkezdte termeszteni a területén, és ebből nagyon sok hektárnyit hozott létre. Mindig fedik a talajt, tehát mindig fedve van a talaj, ott, ahol a gabona van, direkt vett olyan növényeket is, amiket a különféle kártevők, mint nyulak, őzek és hasonlók, inkább azokat a növényeket egyék, mint sem a gabonát. Így a gabonáját mindig le tudja szedni, le tudja aratni. A tavakban különféle halakat tenyészt, a halaknak búvó területet is biztosít, hatalmas nagy ágakkal, gyökerekkel. Így a növényevő és a ragadozó halakat egy tóban tudja nevelni úgy, hogy a gyengéket a ragadozó halak megeszik. Tehát mindig így még a belszaporulatnak is a minőségét tudja garantálni. És időről időre ugye lehalásszák ezt. Megfigyelte azt, hogy melyik növény mivel, hogyan szeret együtt élni, így ezeket a részeket is ő már úgy alakította ki a területét, hogy mindezeket a minőségeket ő azon a, nem is tudom, azt hiszem 45-50 hektáron gazdálkodik, azon biztosítani tudja. Mindenütt vannak csobogók, itt is ugye nem passzívan áll a tónak a vize, hanem jön bele a víz, túlcsordul, elvezeti, öntöz bele, és teraszokat hozott létre. A tavakat úgy hozta létre, hogy megfigyelte azt, hogy a vaddisznók mit csinálnak, hogyan dagonyáznak a vízbe. És ahogy dagonyáztak a vízbe, úgy kikenték az alját a pocsolyának, hogy ott még évek múlva is megmaradt a víz. Na, ő ezt a módszert megcsinálta markolókanállal. Elhívta a markolós embert, beöntöztöttek egy területet, és markolókanállal lett kipasszírozva, kikenve a terület, kinyomkodva, úgy, ahogy a disznó dagonyázik benne, és így hozta létre ezeket a tavakat, amik nagyon szépen fent is maradtak az idő folyamán. Tehát Szepp Holzer permakultúra az Alpokban. Ez egy négy részes videó, de mivel a YouTube nem engedte meg, hogy ez fönn legyen, különféle jogokra hivatkozva le kellett törölnöm, de ha valakinek kell, ezt én DVD-n nagy szívesen fölveszem, az magyar nyelven megvan, négy részes. Meg van egy csomó más biogazdálkodásos videóm is, amiket szívesen fölveszek. Tehát az egyik Szent Holzer, aki ezt létrehozta. A
A másik ember, akit nagyon kedvelek, Jeff Lawton. Jeff Lawton, ausztrál permakultúrás ember, Bill Mollison-tól tanult. Na most, evesen mi is megcsináltuk azt, amit ő itt bemutat, ez pedig a komposzt gilisztás torony, illetve komposzt giliszta tenyésztés. Ők hozzák létre a legtökéletesebb minőségű humuszt, táplálkozásuk révén a gilisztákban, a földi gilisztákban lévő tápcsatornájában lévő baktériumok, több millió fajta van benne, képes arra, hogy a talaj életet visszaállítsák, még egy nagyon gyenge minőségű talajnál is. Hogyan működik ez? Ezek a kis munkások, ezek a kis giliszták, ezek táplálkozásuk révén naponta annyi humusz, annyi konyhai hulladékot esznek meg, ha már egy kicsit elriett rothad, mint amennyi az ő testtömegük. Egy kádas módszerben mutatta meg Jeff Lawton, hogyan kell ezt létrehozni. De lehet ezt egyébként külön műanyag vödörben is csinálni. A kádat enyhén lejtjük a lefolyója felé, egy téglára, egy tégla alá csirkehálót és sűrű dróthálót hajtunk össze, ami lesz a szűrő. Ezt oda tesszük a kiömlő nyíláshoz. Erre ráteszünk egy téglát. Ezután ezt föltöltjük már érett lótrágyával, vagy bármilyen más szarvasmarha trágyával, de hogyha például kecskének vagy tyúknak a trágyája, az már jó, hogyha egy-két éves, tehát egy kicsit érettebb. És a lényeg az, hogy ez a félig érett trágya, illetve csirkének trágyája az már ugye egy évesen félig van vele, és utána rá kell tenni a komposztgilisztákat, és a komposztgilisztákra szépen önteni rá a napi konyhai hulladékot, nyesedékeket, fűnyesedéket és hasonlókat. Amit most a kezében tapicskol, ez a végeredmény, amire ők a konyhai hulladékot és a trágyát átalakítják, ez maga, ez a gyurmaszerű anyag, ez a legtisztább virágföldek eszenciája, ez a tiszta humusz. Na, ezt szokták tőzeggel elkeverni, és nagyon jó virágföldeket lehet létrehozni. Ebbe több millió hasznos talajlakó baktérium található. A baktériumok a talajnak a gyomra. Ha ezek a baktériumok ott vannak, akkor képes a hajszál gyökerekre megtapadva a növény fölszívni a különféle tápanyagokat. Tehát hiába van a tápanyag a talajban, hogyha ott nincs a talajlakó hasznos baktérium, nem képes hasznosulni. És ugyanígy a különféle gombák, az pedig a talajnak a fogai. És ezért fákat, fadarabokat is kell bele tenni ahhoz, hogy a megfelelő baktérium, megfelelő gomba jelen legyen. Megcsinálta a szűrőt, mi is ezt megcsináltuk edesen, ezt oda kell rakni, és erre megy rá a tégla. Kicsit belehajtok, itt már rakja bele a trágyát, utána jönnek rá a giliszták, és aztán pedig a növényi konyhai hulladékok, amik nagyszerű tápláléka lesz ezeknek a gilisztáknak. Most én ezt a módszert addig egy kicsit átdolgoztam, a különféle kiszedett gazokat, gyom növényeket, amik igazából gyógynövények, illetve a konyhai hulladékot és a gyümölcsöket, mindent kis vödrökbe tárolom és fölöntöm vízzel, és hagyom pár napig érlelődni. Így a giliszták számára sokkal emészhető. Na most, azok a giliszták, amiket mi használunk edesen, speciális giliszták, és ezek a giliszták egyébként a cellulózt is képesek bontani,
és ezt én a Kompasztor Kft-től, Moson Magyar Óvártól, Pásztor Józseftől rendeltem, vettem meg, onnan mindenki 30 kilós csomagokban. Amit most Jeff Lawton csinál, ez a belocsolás. Erre nagyon nagy szükség van, és ami itt kicsepeg, ez a víz, ez a folyadék, ez pedig egy úgynevezett giliszta lé. Ez a giliszta lé, ez tele van különféle hasznos talajbaktériumokkal, ugye, ami a giliszta táprendszeréből ugye kijön. Nincs szaga, tehát nem kellemetlen szagú, enyhén érződik csak. És ennek több ezer forint literje egy ilyennek, és mi, hogyha ezt a rendszert megcsináljuk, akkor minden nap 20-30 litert is nyerhetünk ilyen giliszta levet. Ezt a giliszta levet 10-szeres higításban, vagy akár higítatlanul is a növények gyökeréhez kijuttatva tudjuk biztosítani a megfelelő baktérium mennyiséget. Ezután hálóval mi fölfóliával takartuk, és téglával lesúlyozzuk. Ő pedig hálóval, de ő is rakja ezt a geotextilt. És a lényeg az, hogy így a madarak nem tudják kiszedni a gilisztákat, és ők a sötétben följönnek a tetejére, ott tudnak lakmározni, szaporodni, mi egymás. Kész a rendszer, pár hónap alatt megtelik a teljes kád, ezután már csak a kádnak az egyik végébe rakja az ember a táplálékot, akkor a giliszták oda jönnek, és a másik részéről el lehet vinni a humuszban gazdag, de gilisztában szegényebb talaj, és ismét kezdődik a rendszer előről, föltölteni trágyával, és lehet utána megint előről kezdeni mindent. Itt a végén már ezt mutatja be, hogy hogyan gyűjti be a dolgokat. Itt van a gilisztás rész, itt tele van gilisztával, mert itt etetett csak, tehát ezen a részen, ezt kiszedte, és utána ami maradt, az pedig, mint nagyon jó minőségű komposztföldet, az külön tárolta, és utána jön ugye megint a trágya, konyhai hulladék is, ezekre rádobja a kiszedett gilisztákat is. Tehát ez az, amit itt most bemutat. Itt az elejébe rakta már utolsó hetekben már csak itt etetett, és ezért az összes giliszta nagy tömegben ide jött. Ezeket kiszedi, és utána már csak a talajt kell elvinnie. Néhány giliszta még van benne, azokat ugye azért kiszedi, de hát az is aztán kimehet végül is a szabad földbe megy ki ez az anyag. Jeff Lawtonnak a leghíresebb videói kísérletei a Greening the Desert, a sivatag zöldítése, hatalmas nagy munkával bármilyen területen a sivatagot vissza lehet fordítani termékeny talajjá. Azokat a vizeket, amiket mi mosogató vízzel, mosóvízzel, mosakodó vízzel, zuhanyzásra, amiket használunk, ezeket a vizeket pedig az Ország József-féle vízönellátó rendszerrel megismerkedve bárki újra tudja hasznosítani, és vagy gyökérzónás, vagy pedig egyéb tisztító berendezésekkel házilag meg tudja kezelni és újra hasznosítani, öntözni a kertben. Az esővíz gyűjtéshez pedig ugyanúgy Ország Józsefnek a teleső rendszerét ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Na most, a Kompasztor Kft-nek itt a honlapja, a Kompasztor Kft, compastor.hu, itt lehet nagyon jó minőségű komposzt gilisztákat rendelni. Pásztor József elmondta, hogy az ő gilisztái három különleges gilisztának a keveredéséből, kereszteződéséből jött létre. Az egyik közülük egy olyan speciális giliszta, amit dunaújvárosi papírfeldolgozó szennyvíz iszapjából horgászok nyertek ki, és az ette a papír, tehát az cellulózbontó. Ez azért nagyon jó, mert bármilyen papír hulladékot karton beáztatva bedobunk nekik, és ők tudnak rajta lakmározni, és tudják
fogyasztani őket, és ugyanúgy a növényeknek, fűnyesedéknek a szárát is nagyon szépen meg tudják enni. Na most, itt van a komposztoltó, egy komposztoltót érdemes venni, és ez a komposztoltó, ez 3800-tól 10160 forintig van ugye így az ára. Ez ilyen zsákos kiszerelés, és itt teljes leírás van, hogy hogyan kell használni, hova kell tenni. Általában, ha valakinek van egy hatalmas nagy komposztrakása, egy több köbméteres, arra két darab 30 kilós zsákot kell rakni, meg még a komposztoltó levet, ezzel belocsolja az ember, és egy év alatt a giliszták ezt teljesen átdolgozzák. Ennek megvan a módszere, ezt érdemes Pásztor Józseffel fölvenni a kapcsolatot, és ott nagyon részletes információkat lehet ezzel kapcsolatban nyerni. Nos, ez az, amiről nagyjából szólni szerettem volna. A könyveimben ezekről is van szó. Csináltam a kormány részére, ugye 2019-ben jött ki ez a könyv, de én már előtte elküldtem a kormány részére három tanulmányomat egészséggondozással kapcsolatban, illetve az eltitkolt technológiákkal kapcsolatban, valamint a földműveléssel kapcsolatban, kistérségi szinten használható földművelési technológiák címszóval, kettőre kaptam pozitív visszajelzést is. Tehát a második könyvemben főleg olyan embereknek, akik kísérletező kedvű szakik, mérnökök, illetve olyanok, akik komolyabban érdeklődnek a téma iránt, vagy kiskertészeknek van nagyon-nagyon sok hasznos információ, meg orvosoknak, doktoroknak, hogy mi az egészséggondozás alapja, tehát az első vagy második könyvem az erről szól. Az első könyvem újra írt változata pedig azokról az alternatív energiákról és a védikus tudás azon alapjairól, ami az egészséggondozás, az építészet, a meditáció, a jóga, amelyek mindegyik egy-egy eszköz ahhoz, hogy a mi testi és elmet berendezésünket ki tudjuk tisztítani és tökéletesen működjön. Erről van részletes leírás ebben a Védikus Tudással Magyarországért könyvben. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét. Az előadás után meg lehet ezeket, ha valakit érdekel, vásárolni. Ez 2500 forint, ez pedig 4500 forint, ez a könyv. És a későbbiekben én azt is tervezem, hogy ezeket a könyveket, most ezt a könyvet felolvasom, és a YouTube-on, a YouTube csatornámon elérhető lesz. Tehát aki nem akarja a könyvet megvásárolni, de szereti hallgatni esetleg az ezzel kapcsolatos tudásanyagokat, ott meg tudja hallgatni. Az egy teljes egészet, mert sok magyarázattal ellátom, amit olvasok. Aki pedig direkt használni akarja a könyvet, mert itt vannak a direkt leírások, a linkek és minden hasonló, azoknak pedig nagyon jó, nagyon hasznos megvásárolni a könyvet, mert itt pedig a konkrét információk vannak, ahonnan a tudás forrásokra lehet rá találni, rábukkanni, amiket én is használtam a kutatásaim során. Tehát köszönöm mindenkinek a figyelmet, és hogyha vannak kérdések, akkor állok elébe bármivel kapcsolatban. Ami a védikus tudásnak, a megalapozódás tudományának, az építészet tudományának az alapja. Ahhoz, hogy mi sikeresek legyünk, ahhoz nekünk arra van szükségünk, hogy a házunkban egy olyan kozmikus rend legyen, ami kozmikus rend képes arra, hogy az adott bolygóállásokat, amik körülöttünk vannak, a Nap, a Hold, a Mars, a Vénusz, ránkható minőségét olyan energiákkal, intelligenciákkal alakítsák, amik rossz bolygóállás esetén védelmet adnak, jobb bolygóállás esetén felerősítik a jó hatásokat. Ez a ház. A ház az, ahol mi élünk, annak elvileg
szabályos négyzetnek kellene lennie. Tehát egy négyzet. Az, hogy ez 7x7, 8x8, 10x10-es, mindegy. Tömbös szerkezetűnek kellene lennie. A falak pontosan észak-dél, kelet-nyugati irányba kell, hogy nézzenek. Most elmondom a legfontosabb, a leges-legfontosabb tudásmagokat ezzel kapcsolatban, amit nagyon jó, ha mindenki az eszébe vés. Tehát észak, dél, nyugat és kelet. A falak pontosan észak-déli irányba és kelet-nyugati irányjal párhuzamosak. Ezért, ha én nekem pont itt középen van északon a bejárat, vagy pont itt középen van keleten a bejárat, akkor a ház lelkében összekötöm a sarkokat, ahova a középpont esik. A lelkéből én kitekintek a bejáraton keresztül, pontosan északra, kitekintek a bejáraton keresztül, pontosan keletre nézek. Ezt a házat úgy hívják, most ez csak így a főbb minőségei tekintve, szerencsehozó ház. Ez a szerencsehozó hétvégi ház, ami mondjuk csak 5x5 méteres, és csak arra szolgál, hogy egy-két ágy van benne, egy kis mosakodási lehetőség, egy hobbi telken lévő kis házikó, ahova a család, vagy egy-két családtag elmegy, pihen, feltöltődik, dolgozik a hobbi kertben. Nos, arra egy picike házikó egy légtérrel tökéletes. Most ezen belül, hogyha én azt vizsgálom, hogy keleti a bejárat, ennek van egy nagyon jó hatása, itt kreatív leszek. Itt nagyon jól tud az ember kibontakozni, nagyon jól működik benne a művészi dolog, és nagyon jókat tud alkotni a keleti bejáratnál. Ha északi a bejárat, az pedig lehűti az ember elméjét, lenyugtatja, és az anyagiak, a pénz, illetve az anyagi fölhalmozás segíti elő. Most nem megyek bele a különböző évtájaknak a hatásaiba, az az első könyvemben részletesen ott van védikus tudással Magyarországért, de mindegyiknek van egy-egy negatív hatása. Hogyha a ház el van fordítva, és a cím bejáraton észak-keletre, észak-nyugatra, nyugatra, délnyugatra, délre, délnyugatra, vagyis délnyugatra, délre, délkeletre néz, tehát ez a másik hat irány, mindegynek van egy negatív hatása. És ezek a negatív hatások, ha én beköltözök a házba, 21 hónapra rá konkrét, kemény hatást fejtenek ki az életemre. Már rögtön érzem, de hogy szembesüljek is vele, az körülbelül kell hozzá szűk két év, és megváltozik az életem. Ezért, ha jó a ház, keleti vagy északi bejáratos, akkor elnevezzük szerencsehozó háznak. Ha a másik égtáj, akkor egy kicsit vagy nagyon szerencsétlenséget hozó háznak. Most azonnal tudom borítékolni, hogy ott, ahol alkohol probléma van, nagyon komoly betegségek. Ott vagy déli, vagy délnyugati a bejárat. Ezt rögtön mondom, ez a két bejárat csak nagyon, ezek nagyon rossz dolgokat tudnak hozni, nem biztos, nem biztos. De ha valaki idült alkoholista, valaki nem tud kibontakozni, nem tud 5-6-ra jutni, feszült, ideges, megmagyarázhatatlan betegségek vannak, az esetek 80%-ában, 70-80%-ában déli vagy délnyugati bejáratnak köszönheti ezt. Tehát, ha én szeretnék egy szerencsehozó házat, akkor ne házat vegyek, telket. Az a telek, az vagy sík legyen, vagy egy kicsit északra, kicsit keletre lejtsen. Ha ezt meg tudom venni, ez az a telek, ahova fölépíthetem a szerencsehozó házamat.
Ha fölépítem a szerencsehozó házamat, akkor a következő dologra még ügyelni kell. Ezt még fölrajzolom, és utána nagyjából ez az, ami még fontos. Tehát van egy ház, szintén északi, fölhívjuk az égtájakat, észak-dél, nyugat-kelet, és hát most ez több funkciós, és ezért egy kicsit felosztom a házat 3x3-as minőségekre, tehát 3x3-as minőségekre. Ezeken a területeken különféle elemek helyezkednek el, és különféle minőséget jelennek meg. Ez itt a földelem. Hát, inkább ez. Hát ez a földelem. Ez a tűzelem. Ez a levegő. Ez pedig a víz. Középen éter, vagy a tér elem. A lelke a háznak. Na most föld, megalapozódás, stabilitás pont. Ha valaki, mint mondtam, ide csinál egy bejáratot, vagy ide, tehát hogy délnyugatos a bejárat, akkor olyan, mintha a stabilitás pontját elveszíteni az épület. Képzeljünk el egy olyan embert, akinek kihúzzák a lába alól a talajt. Ugye? Milyen érdekes. Indiában egy kis élőlénnyel szimbolizálják a háznak a hatását, akinek itt van a feje, így van a teste, az egyik lába, itt a másik lába, a karjai, válla, így itt. Ez a kis élőlény össze van kuporodva, itt van a lába, délnyugati részen. Na most, hogyha én itt megbontom és bejáratot helyezek, az olyan, hogy ennek az élőlénynek, mintha kihúznám a lába alól a talaj. Nincs stabilitása. Ugye ez csak szimbólum. Egy szimbólumrendszer alapján mondják ezt. De ez a szimbólumrendszer, ez nagyon, nagyon is működik akkor, amikor nézzünk egy olyan embert, aki iszik, állandó feszültségbe és veszekedésbe van az élete. Ez az állandó feszültség és állandó veszekedés pedig abból jön, hogy ő neki ez a délnyugati hatás ad egy állandó feszültséget és állandó veszekedés minőséget a házon keresztül. Ha ide beköltöztetek egy olyan embert, aki nagyon jó ember, nagyon nyugodt, 10-20 év után az a nyugodt ember már enyhén feszült, enyhén ideges lesz, de az is lehet, hogy nagyon feszült, nagyon ideges lesz. Átalakítja a ház. Tehát a földelem ezt hozza. A tűzelem nagy tűz, nagy energiát. És hoz egy olyat is, hogyha erre van a bejárat, hogy állandó félelem, tartózkodás az újtól. És mit mond a magyar? Félek, mint a tűztől. A tűzelemre nyitom ki a teret, és megmagyarázhatatlan félelmet hoz. Ha a vízelem irányába néz a bejárat, észak-kelet felé, annak még rémel is, egy rémes kis versikét lehet mondani rá, nincs házasság, nincs gyerek, csökkenő külső sikerek. Tehát egy ilyen magába forduló remete minőséget nyer az a valaki, akinek a háza észak-keletre néz. Akinek meg
észak-nyugatra, erre néz a házbejárata, az pedig szeles lesz. Azaz mentális megrázkódtatások, meg ilyen váratlan fordulatok fölborítják az életét. Tehát miért lesz szeles? Azért, mert a szélelem, a levegő elem területére nyitja ki a bejáratát, és az egész ház átveszi ezt a minőséget. De vegyük azt alapul, hogy valaki nagyon jó, megint falak észak, dél, kelet, nyugat irányal párhuzamosak, és valaki meg tudja nyitni vagy az északi, vagy a keleti bejáratot. Innen ugye kreativitás, boldogság és mindenféle jó dolgok jönnek, innen anyagi dolgok, nyugalom és hasonló. Ki hova költözzön? Melyik szoba hova kerüljön? Na most, mondjuk keleti a bejárat, itt jövünk ki, de főleg reggel megyünk, dolgozunk sokat, megyünk munkába kelet, de mondjuk a háziasszony otthon van és főz. Neki a felkelő napnak az energiája, ami jön így körbe szépen, itt a délkeleti sarokban fogja főleg kifejteni a hatását. Ezért ez az ideális területe a konyhának. És mit mond a magyar? Az asszony helye a konyhában van, fordítva. Az asszony, a konyha helye az asszonyra fejti ki a hatását. Tehát ez igaz, hogy a házon belül ez a konyha területe, de a legidősebb hölgy, tehát ide írom, hogy hölgy, ez a hölgyeknek egy nagyon jó terület. Ez azt jelenti, hogy ha ide kerül a konyha, és az illető szeret is egy kicsit főzni, és megjelenik a gáztűzhely, ő ott nagyon jól érzi magát. Tehát nagyon a háznak az igazi melegét, családi melegét, konyha melegét itt tudja biztosítani, ahol a tűzelem van. Mit gondol a kedves közönség, hol a második ideális helye a konyhának? Ha ez, ugye tűzelem, ez adja magát, hova lehetne még tenni? Mi kell ahhoz, hogy égjen a tűz? Hát kell hozzá a gáz vagy a fa, meg még mi kell hozzá? Levegő. Így igaz. Ez a konyhának ez a második legjobb területe. Tehát vagy a tűzelem területén, vagy itt. De ha itt van a konyha, és amikor engem fölkérnek házelemzésre, és szoktam házakat elemezni, és meglátom, hogy észak-nyugaton van a konyha, akkor egyből mondom, aha, itt lenne az ideális, de ide kerül, ez se rossz, viszont itt mindenki rohan, jön, megy. Ha működik ez a konyha, akkor itt egy átjáróház, barátok, rokonok, ismerősök jönnek, mennek, egymásnak adják a kilincset, és mindig jönnek, mennek. Hát ezt én honnan tudom? Hát onnan, hogy oda került a konyha, és ezzel az energiával itt adja át a házat. Tehát ez konyha kettő. Odaírom azért, hogy kettes, mert hogy ez a második legjobb területe a konyhának. Ez a föld, ez nagyon jó hálószobának, mert ugye a földelem az olyan súlyossága, tehát itt jókat lehet aludni. Hálószoba. Délbe, mit szoktunk délbe csinálni, dél körül? Eszünk. Ez nagyon jó ebédlőnek. Ez nagyon jó, ez a nyugati oldal WC-nek, WC-nek és fürdőszobának. Ez pedig nagyon jó még, mert a levegő az ilyen gyors mozgást hoz, mint egy raktárba, mint egy kamrába. Liszt, só, cukor, olaj, jön, megy, forog, tehát ez nagyon jó kamrának is. És ha ide kerül a kamra, ki se nyitják az ajtót, és én azt mondom, mindennel tele van. Tehát nem ott sok van benne, rengeteg. Tehát itt fölhalmozás minősége is megjelenik. Ez nagyon jó az északi nappalinak. Ez a vízelem, ez pedig mondjuk meditációs szobának.
hogy ilyen csend nyugi szoba. Ha ez a hölgy területe, ez a föld terület, ez a vaskos, erős, nehéz terület, ez kinek a területe? Hát ez a férfi területe. Tehát a férfi. Fönt, az északi részen, ahol olyan könnyedebb minőségek vannak, ha ez éppen nem kamra, de van egy kislány, akkor a kislány nagyon jó, ha északnyugatra tesszük, mert ez ideális minőséget ad a kis fruskáknak, hogy rohannak, mint szeleburdiak. A víz a kisfiúknak, mint a kis halacskák, azok mindig mennek össze-vissza, tehát ez kisfiú. Képzeljétek el, hogy volt egy olyan helyzet, hogy egy olyan házba mentem elemezni, kérték az elemzést, ahol észak-keleti területen egy kislány volt. Az volt az ő hálószobája. És mondtam nekik, hogy ez egy kicsit olyan magába forduló kislány, és nagyon fiús. Hát ezt honnan tudom? Most kért svájci sapkát, és ezért focira jár, imád focizni. A fiúkkal van mindig. Mert a háznak olyan hatása van, mint a kisfiús minőséget. Ez nem azt jelenti, hogy ő, ugye ez az idiótaság, ez a nemi gender baromság mutatkozik rajta, hanem csak fiúsabb minősége van. Attól még egy strand kislány, csak olyan jobban kiáll magáért. Ha pedig ide fiú kerül, ami egy kicsit kislányos terület, az pedig finom minőségekkel rendelkező fiút jelent, aki nagyon mozgékony, lehet, hogy vékonyabb is, mert olyan energiákat kap, hogyha évekig ezen a területen van, és lehet, hogy egy kicsit olyan nem annyira fiús dolgok, hanem inkább a művészetek érdeklik, mondjuk zene, vagy festés, vagy ilyesmi. Tehát, hogyha esetleg itt van a bejárat északon, akkor ez a keleti rész ugye akkor nem egy ilyen előtér, előszoba, hanem akkor ez nagyon jó dolgozószobának. Nos, ez az ideális elrendezése, legegyszerűbb elrendezése egy háznak. Egy valamit tudnunk kell. A déli rész mindig a felnőtteké. Az északi rész azért, aki a gyermek, vagy egy olyan idős szülő, akit ápolni kell, vagy az északi rész a vendégeknek a területe. Ez mindig a tulajdonosoknak a területe. Ami délkeleti, az inkább a hölgyek területe, ami délnyugati, a férfi területe és megalapozódási pont. Északnyugaton a kislány, északkeleten a kisfiú területe. Itt nagyon kreatívan tudok dolgozni, a keleti oldalon, itt nagyon nyugos csend, nyugodt, csendes fejjel, és itt például egy trezort is el lehet helyezni. Ha itt nincs bejárat, tehát keleti a bejárat, akkor a trezor helye az itt van. Itt van a szép, a gazdagság trezorjának a helye, ezen a falon, és amikor megkapom a pénzt, az extra pénzt a trezorba berakom, és pont északfele nézek, kinyitom, berakom, zárom. És itt ez az egész házra kifejti a jótékony hatását. Ugyanígy, ha nekem a konyhám, illetve van egy kazánház is, az ide kerüljön, ennek a közelébe, itt legyen. És az energiát akkor kivetíti az egész házra, és nagyon jó minőségekkel bír. Tehát attól függően, hogy milyen a családi viszony, mit tervezünk, álmodunk bele, ezeket sokkal a bonyolultabbul is meg lehet tervezni, akkor már nem 3x3-as, 4x4-es, 5x5-ös nagyobb felbontásra van szükség, és a különböző területeket egymással összhangban tudjuk kiszámolni, megnézni és összevetni. Zalaegerszegen már 3 ház is épült úgy, hogy a terveket én is átnéztem, és úgy, hogy ugye természetesen egy építészmérnök készítette a terveket, de az első 3 résznél, tehát úgyhogy az első mondjuk egy tervet átadtak nekem, nézzem át, az első tervnél biztos, hogy kellemetlensége lett volna úgy a gyereknek, mint a tulajdonosnak is.
A második tervnél már kicsi problémák voltak, de azt sem adtam ki a kezem közül, mert azt mondtam, hogy ezt föl ne építsék, még nem jó. És a harmadiknál pedig azt mondtam, hogy erre, ez így már rendben van. És nagyon jó dolgok alakultak ki annál a családnál. Most már 3 éve használják azt a házat. Úgyhogy ezért, hogyha valaki szeretne ilyen házelemzést, meg lehet keresni, és akkor ezt csinálom, illetve egészségügyi tanácsokat is adok. Van egy egyszer az életben egészségügyi konzultáció. Ezt azért egyszer tartom meg mindenkinek az életben, mert ez nem rövid, olyan 2-3 óra hosszú, de utána nincs szükség még egyszer megismételni az egészség alapjait. Leírunk akkor mindent, és onnantól kezdve vissza-vissza lehet térni ahhoz a 2-3 oldalhoz, és azokat a dolgokat használni, és az egészség magától helyreáll. Tehát házelemzés, egészséggondozás, és vannak a különféle tanfolyamaim, mint jóga, meditáció, ajurvédikus életmód és főzés tanfolyam, ez az egyik legközkedveltebb, ez egy napos tanfolyam, amikor rendkívül finom 3-4 fogásos ételt készítünk, és megtanulják a hölgyek, hogy hogyan lehet ajurvédikusan teljes értékű növényi étrenddel boldogulni a konyhában, mit, hogyan, merre készítsenek, még az is, aki nem tud főzni, az is nagyon sok mindent tud ebből tanulni és kamatoztatni. És hogyha valaki pedig érdeklődik a védikus tudás mélységei felé, akkor pedig van egy önviszonyuló szanszkrit tanfolyamom, ott pedig megtanuljuk, hogy hangokkal hogyan lehet teremteni. Tehát ez egy kicsit mélyebb és kicsit misztikusabb tudást akar, de az arról szól, hogy a bennünk lévő kreativitást hogyan lehet megmozgatni a rezgések a védikus hangok által, úgyhogy olvassuk az adott védikus irodalomnak valamelyik részét. Úgyhogy gondoltam, hogy ez még talán fontos lesz, ez egy nagyon fontos dolog, ezt minden magyar ember figyelmébe ajánlom, hogy ha lehet, akkor szabályos ház, falak párhuzamosak az égtájakkal, pontosan északi vagy pontosan keleti bejárat, és ez a szoba elrendezés legyen, mert akkor onnantól kezdve a szerencsehozó ház garantált minden magyar életében, és az is, hogy nem fognak különféle egészségügyi, vagy idegrendszerű, vagy anyagi problémákkal küzdeni egész életükben. Köszönöm szépen a részvételt, és akkor még esetleg valami, de most már nagyon sokat beszéltünk, nagyon sok volt az, amit kifejtettem, és nagyon eltelt az idő, már 2,5 óra. Nem is számítottam ebben. És ez egy napos főzőtanfolyam, bármikor? Hát, bármikor lehet. Hogyha van rá egy olyan 5-10 fő, akkor nagy szeretettel jövök, és megtartjuk a tanfolyamot. Hogyha kisebb fő, kevesebben vannak, akkor pedig, amikor én mindig visszajövök, akkor tudok jönni. Tehát ugye a kerti munkáknál, de amikor többen vannak, akkor el tudok jönni bármikor az év folyamán, akkor direkt arra pár napot szakítok rá, és el tudok jönni. Az internet segítségével, hogyha most csak azokról beszélnék, amiket én kikutattam, akkor lehet, hogy 20 óráig abba se hagynám. Tehát az egy kicsit már sok lenne, de ha valakit érdekel, körülbelül 30 DVD-re fel tudom venni. Teljesen adott. Nagyon sok. És angol és magyar nyelvű, tehát van angol, van magyar, és ezeknek a videóknak egy része az már nem nagyon elérhető a megszokott platformokon, mert valamiért eltűntek. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!